iratismertetéssel folytatjuk. Ami a bizonyításból ma nagyobb falat lesz, az a nyugati téri eseményekkel kapcsolatban az ítélet az elsőfokú és a másodfokú, az viszonylag hosszadalmasabb lesz, azt a bíróság szintén részleteiben fogja ismertetni, felolvasni, jó? És akkor ezzel folytassuk tulajdonképpen érdemben. No, tehát hatos kötet. Jó, köszönöm szépen. Be van csatolva a vádirat 38-57 alatt a Mátai Ottó nyugállományú rendre ezredes vonatkozásában. A tényállást nem ismertetném, mert az ítélet rendelkezésre áll az első és másodfok is. Mindenesetre maga a vád a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Genfi 49-es egyezmény cikkére ütköző háborús büntet elkövetésére, amelyre több emberen elkövetett ember és büntettére rendelt büntetési tétel kell alkalmazni. Tehát ez a vád. És akkor ez alapján járt el a bíróság. Mátai Ottó vádlott vonatkozásában, akit bűnösnek mondott ki, háborús büntetben, ezért 3 évi és 6 hónapi fegyházbüntetésre és 5 évi közügyektől eltiltásra ítélte, megállapította, hogy a szabadságvesztés mértéke 1/8-addal csökken. Ami az indokolást illeti, a következőket mondja. Mátai Ottó vádlott a középiskola, és akkor itt személy körülményeiről nyilatkozik, ezt most azt hiszem, hogy irreleváns ebből a szempontból. A vád tárgyává tett cselekmény speciális jellegére az elbírálás során figyelembe vendő nemzetközi szerződések, illetve belső jogszabályok alkalmazhatóságának a feltételére tekintettel a bíróság álláspontja szerint foglalkozni kell a szovjet katonai támadással, a magyar forradalom leverésével és az azt követő megtorlással. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy 56. december 6-án történteket nem lehet elszigetelten vizsgálni és így módon elszakítani az országban bekövetkezett más eseményektől. E körben a köztudott, illetve a közismerté vált tények ismeretében, független azok politikai vagy ideológiai megítélésétől, kizárólag a legszükségesebb, meghatározó jellegű megállapításokra kell szorítkozni. Így 1956. november 1-én a Nagy Imre vezette kormány bejelentette Magyarországnak a Varsói Szerződésből való kilépését és kinyilvánította az ország semlegességét. A kormányt ekkor már a külföldi államok, az Egyesült Nemzetek Szervezete, a magyar társadalom és a felkelő erők egyaránt törvényes magyar kormánynak ismerték el. A bejelentésre válaszképpen a szovjet kormány, illetve a legfelsőbb szovjet pártvezetét lépéseket tett a forradalom leverésére. Rövid időn belül elhatározták a katonai beavatkozást. November 2-án és 3-án Huscsov kelet-európai szocialista államok vezetőivel, Titóval, valamint a kínai pártvezetéssel egyeztetve, hozzájárulásokat elnyerve a gyors beavatkozás mellett döntött. A Titóval folytatott tárgyaláson még a felállított új kormány elnökének, Kádár Jánosnak a személyében is megállapodtak. Kádár János és egyes munkatársai 2 nap alatt maguk is elhatározták a Nagy Imre vezette kormánnyal való szakítást, és átmentek a szovjetekhez. A november 3-áról 4-ére virradó éjjel a tököli szovjet főhadiszálláson a szovjet állambiztonsági szolgálat a nemzetközi hadijog megsértésével letartóztatta a tárgyalásra érkezett magyar katonai küldöttség tagjait, akik között volt a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök is. November 1-től folyamatosan érkeztek hazánkba a szovjet páncélos csapatok, és november 4-ére a már itt állomásozó erőkkel együtt kb. 15 hadosztályt tettek ki. November 4-én hajnalban ezen szovjet páncélos hadosztályok általános támadást indítottak mind Budapesten, mind pedig vidéken. E támadás eredményeként a Nagy Imre vezette kormány működése megszűnt, a miniszterelnök és kísérlet a jugoszláv követségen keresett menedéket. A követségről távozóban Kádár János által megírt garanciák ellenére 56. november 22-én a szovjet állambiztonsági szolgálat elrabolta és társaival együtt Romániába szállította őket. Nagy Imre perére és kivégzésére mindezeket követően 58-ban került sor. Kádár kormány megalakulására 56. november 4-i közlemény szerint az előző napon Szolnokon került sor. A megalakulás körülményei a mai napok tisztázatlanok, pontos adatokkal nem rendelkezünk. A kormány hivatalos eskütételére csak 56. november 7-én került sor Budapesten. A Népköztársaság elnöki tanácsán a Nagy Imre kormányt felmentő és a Kádár kormányt megválasztó határozatát a magyar közlöny számában november 12-én tették közzé, ekkor már a forradalmi munkásparaszt kormány elnevezésű testület, amely csak a külföldi beavatkozás folytán az akkori alkotmányt is megsértve és a törvényes magyar kormányt erőszakosan eltávolítva jött létre, az első hónapokban a magyar társadalom nem ismerte el legitim kormánynak.
az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése egészen 62 végéig, a magyar küldöttség megbízólevelét nem ismerte el, és a Kádár János vezette kormányt illegitim báb kormányként kezelte, tagságát felfüggesztette, de tényt rögzítette különbizottság jelentése. Az ENSZ aztán később több határozatában is elítélte Szovjetuniót, beavatkozást az ENSZ alapokmányát sértő agressziónak minősítette. A szovjet csapatok november 4-én megindult támadása ellen az országban fegyveres ellenállás bontakozott ki, amelyben az akkor már nemzetőrségé szervezett felkelők, valamint egyes magyar katonai egység is részt vettek. Az 1956. október 31-én Király Béla vezetés alatt megalakult egy forradalmi karhatalmi bizottság, nemzetőrség néven egységes parancsnokság alá vonta a fegyveres felkelőket, és október 30-án alakul forradalmi honvédelmi bizottmány által vezetett néphadsereget. Ez a közös parancsnokság ugyan fennállott a támadás időpontjában, de ezt követően ténylegesen már nem funkcionált. Ennek ellenére az egyes felkelőcsoportok saját parancsnokaik által vezetve továbbra is fennállottak és ellenállást fejtettek ki. A támadó szovjet csapatok mellett a magyar alakulatok nem harcoltak, a néphadsereg napok alatt felbomlott, tekintettel arra, hogy az egyes csapattesteket a szovjetek leszerelték, a katonákat hazaküldték, egyes stratégiailag fontos laktanyákat már november 4-én reggel megtámadtak és szétlőttek. A bevonuló szovjet csapatok a felkelés Budapesten november 11-12-ére, vidéken pedig legkésőbb november 15-ére mindenhol leverték. Ennek megfelelően 56. november 15-ét követően fegyveres harcról, illetve hadműveletről hazánkban már nem lehet beszélni. November 15-ét követően a Kádár kormány ellen egy széleskörű országos ellenállás bontakozott ki, amely különböző szervezkedésekben, tüntetésekben és sztrájkokban nyilvánult meg. Egyfajta hetekig tartó kettős hatalom alakult ki az országban. 56. december közepéig sok helyen működtek még forradalmi bizottságok, és november közepétől kezdve a helyi munkástanácsok szerepe is döntővé vált. Ebben főleg az 56. november 14-én megalakult Nagy Budapesti Központi Munkástanács játszott vezető szerepet. November közepétől 57. január elejéig az országban egymást követték a sztrájkok, tüntetések, felvonulások, az értelmiség, az egyetemi ifjúság és a munkásság különféle megmozdulásai és szerveződései. Nem vitással a szovjetek gyors katonai győzelmet arattak az országban, azonban a rend nem állt helyre. A Kádár kormány támogatottsága minimális volt, és a kormány nem rendelkezett katonai vagy rendőri erővel. Ez volt az oka a karhatalom felállításának. A tömegmozgalmak újabb felkelés kirobbantásával veszélyeztették a Kádár kormányt, amely nem csak a belpolitikára volt veszélyes, hanem a szovjet kormány nemzetközi érdekeit is alapvetően veszélyeztették. A Kádár kormány tárgyalt ugyan az értelmiségi bizottságok és munkástanácsok képviselőivel, 56 második felében azonban azok a rend helyreállításnak előfeltételéül a Nagy Imre kormány visszatérés és szovjet csapatok kivonását követelték. Ennek következtében megállapodás nem született. A sikertelen tárgyalásokat követően mind a Kádár kormány, mind pedig a magyarországi szovjet parancsnokság elhatározta a mozgalmak erőszakos letörését. Ezt katonai, karhatalmi, illetve jogi eszközökkel kívánták megvalósítani. Ebben az időszakban a Kádár kormány már sem a hadseregben, sem a rendőrségben nem bízhatott, és nem is bízott, ezért az ellenforradalomnak titulált mozgalmak elfojtását a szovjet katonaság és a megalakult karhatalom együttes feladatává tették. 56. november 4-e után mind a fővárosban, mind a vidéki városokban, főleg a megyeszékhelyeken felállították a szovjet városparancsnokságokat, amelyek farragaszokon polgári lakosságot érintő rendelkezéseket tettek közzé, és megszegésük esetére a szovjet haditörvényszék alkalmazását helyezték kilátásba. 56. november és 57. február között az újabb felkelés kirobbanásának megakadályozása érdekében számos, megelőző, illetve megtorló intézkedés megalkotására és létrejöttére kerül sor. Ezek főbb állomásai az alábbiakban foglalhatók össze. A Kádár kormány és a formális tevékenység gyakorló elnöki tanács rendeleteket, határozatokat, törvény erejű rendeleket bocsátott ki. Ezek 56. november 12-től a magyar közlönyben kerültek megjelenítésre. 56. november 12-én törvény elrendelték a gyorsított bűnvádi eljárást a gyilkosság, szándékos emberölés, rablás, fosztogatás és fegyverrejtegetés büntetteire. Aztán december 8-án feloszlatták a még működő forradalmi bizottságokat. 56. december 10-én feloszlatta a kormány az általa addig sem elismert területi munkástanácsokat, ideértve a Nagy Budapesti Központi Munkástanácsot. Vezetőiket letartóztatták mindenek hatására. 56. december 11-én, 12-én a munkástanácsok felhívás alapján országos
általános sztrájkra került sor. 56. december 11-én kihirdetett rendelet bevezette a rögtön ítélő bíráskodás, amelyet a katonai bíróságok gyakoroltak. December 12-én elrendelték gyülekezés a felvonulás engedélyhez kötését, de végül is ez a tilalom nem került kihirdetésre. Ezzel egyidejűleg részesen szabályozta a kormányrendelet a rögtön ítélő bíráskodás szabályait. December 13-án rendelettel ismételten bevezették az 53-ban már eltörölt internálásnál, ekkor közbiztonsági őrizetnek neveztek. 57. január 15-én ismét szabályozták a gyorsított bűnvádi eljárást és kiterjesztették a törvényi rendelettel az állam ellenes bűncselekményekre. Ezekben az ügyekben a népbíróság 5 tagú külön tanácsa járt el. 57. április 6-án rendelettel hozták létre a legfelsőbb bíróság népbírósági külön tanácsát. A rögtönbíráskodás 57. november 13-ig, az internás 60-ig maradt fenn, míg a népbíróságok egészen 61-ig működtek. A kormány 57. január 17-én felfüggesztette az írószövetség működését, majd két nappal később az újságírószövetségét is. Mindezek a legfontosabb jogi, politikai eszközök, amelyeket a kormány az ellenállások letörése érdekében alkalmazott. Sor került azonban a brutális, számos polgári áldozatot követelő karhatalmi beavatkozásra is, amelyek fegyveres erővel, sortűzzel hajtottak végre. Ezekben a szovjet alakulatokkal együttműködve magyar karhatalmisták is részt vettek. A karhatalom a Münich Ferenc vezetés alatt álló fegyveres erők minisztérium alá tartozott, amely egybevonta a honvédelmi és a belügyminisztériumot. A karhatalom operatív irányítását az 56. november 6-án megalakult Uszta Gyula vezérőn elnöklete alatt működő a Néphadsereg Katonai Tanácsa látta el. A Katonai Tanács 56. december 4-i ülésén elhatározták a tömegtüntetések erőszakos letörését. E döntésnél jelen volt Uszta Gyula, az MSZMP Ideglenes Intézőbizottság részéről Földes László, valamint 4 vezérőnagy és 3 ezredes. A tanácskozáson megállapították, hogy sem a rendőrség, sem a honvédség nem megbízható, nem használható fel a tüntetők ellen, és nem hajlandók rájuk lőni. A feladat az volt, hogy a karhatalomnak le kell törni, ha kell, a tömegbe lövéssel, lövetéssel a tüntetéseket, a tüzeléssel kapcsolatban pedig érintkezésbe kell lépni a helyi parancsnokokkal. Ki kell hirdetni a statáriumot, és 56. december 6-tól kezdődően az utcákon tüzelni kell, el kell rendelni a riadókészültséget, és még az asszonyokból álló csoportosulást is szét kell kergetni. Döntöttek arról is, hogy nagyobb tömegtüntetések esetén a legmodernebb, nehéz fegyverzettel ellátott szovjet csapatokat is igénybe kell venni, valamint arról, hogy a karhatalomba csak a legmegbízhatóbb kommunistákat lehet bevonultatni. Tekintettel arra, hogy az ellenforradalomnak nevezett tevékenység még nincs megsemmisítve, a rendőrség és az ügyészség együttműködik velük, Lenin tanai szerint háromszoros vörös terrort kell alkalmazni. Döntés született arról, hogy elő kell készíteni a karhatalmat, valamint a tiszti ezredeket a várható eseményekre és szóbeli parancsot kell kiadni, hogy 56. december 5-én reggel 6 órától az egyes századoknál riadó készültség legyen. Uszta Gyula december 4-i ülést a következő szavakkal fejezte be, gyorsan és kegyetlenül le kell számolni velük. A további események gyakorlatilag ezeknek az elhatározásoknak a tükrében zajlottak le. Így 56. december 4-én került sor Budapesten, a Hősök terén és a Szabadság téren az újett nő tüntetésre. Ezt a tüntetést a szovjet csapatok még vér nélkül oszlatták fel, mivel ekkor még csak a levegőbe lőttek. 56. december 6-án került sor a vád tárgyát érintőleges képző úgynevezett nyugati pályaudvari, vagy más néven vörös zászlós tüntetésre, ahol 5-en meghaltak. December 7-én 6 ember életét követeltett Tatabányán lőttek a tüntetők közé. December 8-án Salgótarján következtében 46-47-en vesztették életüket. December 9-én és 10-én Miskolcon, december 11-12-én Egerben voltak nagyobb tüntetések, ahol 8, illetve 9 személy halt meg. December 11-én Gyomán, Kevelmesen, december 11 Gyulán, december 22 Tinnyén voltak demonstrációk, a karhatalom mindegyik esetben tüzelt a tömegre, és valamennyi helyszínen sokan megsebesültek, míg Tinnyén egy halálos áldozat is volt. 57. január 11-én került sor az utolsó olyan tüntetésre, illetve tömeges megmozdulásra, amikor a karhatalom fegyvert használt a tömeg ellen erre. Csepelen került sorról megint csak sokan megsebesültek és 2 meghaltak. Meg kell jegyezni a körben azt is, hogy 56. október 24-e és október 29-e között időszakban a Kádár kormány megalakulása előtt is került sor tömegvérengzésbe torkoló sortüzekre. Ezeket az október 28-án feloszlatott államvédelmi hatóság tagjai, esetenként a határőrség, az akkor még forradalommal szembehelyezkedő néphadsereg egységei adták le.
Ezek a sortüzek is több száz halálos áldozatot követeltek. Ilyen sortüzekre került például Mosomagyar, Ózdon, Tiszakécskén vagy Budapesti Kossuth téren. Mindezen történelmi áttekintés alapján a bíróság tényként megállapította azt is, hogy 56-os magyar forradalom és annak leverése idején a szovjet hadsereg, illetve esetenként a magyar katonai államvédelmi és karhatalmi alakulatok, a diktatúra, valamint a szovjet megszállás ellen békésen tüntető tömegekre, mely tömegek az ellenségeskedésben, harci cselekményekben nem vettek részt, tömeggyilkosságot eredményező, illetve arra alkalmas módon döntőleg automata nehéz fegyverekből adtak le sorozatlövéseket. Ezáltal személyválogatás nélkül, pontosan meg nem határozható létszámú, de nagy valószínűséggel több száz ártatlan polgári személy halálát, illetve megsebesülését idézték elő. Az előbbiekben részletett történelmi események során kiemelkedő szerepet játszottak a karhatalom néven ismert fegyveres alakulatok. A kezdeti időszakban a Kádár-féle pártvezetés, illetve kormány a megszálló szovjet haderő mellett csak ezekre támaszkodhatott, hiszen 56. november 4-i szovjet támadás következtében a magyar néphadsereg szinte teljesen felbomlott, és hónapokig működés képtelen volt. A rendőrség már 56. októberében a forradalommal rokon szervezett, nem lépett fel a felkelőkkel szemben és átállt a forradalom oldalára. 56. november 4-e után a rendőrség hosszú időn keresztül ugyancsak megbízhatatlannak minősült, és az új kormány nem számíthatott arra, hogy megtorló akcióban részt vesznek, sőt, egyes esetekben a rendőrség igyekezett ezeket meghiúsítani. Ez volt annak oka, hogy a rendőri testület hosszabb ideig ellenforradalmának tekintették. A határőrség ugyan nagyrészt egyben maradt és működött, de politikai megbízhatósága ugyancsak kétséges volt. A Nagy Imre vezette kormány által feloszlatott AVH személyállománya 56. november 4-ig szervezetlen volt később, a volt AVH-sok egy részét beszervezték a karhatalomba. A Honvédelmi Minisztérium és Belügyminisztérium apparátusa változatlanul elkülönülten működött, Münich Ferenc katona helyettese Uszta Gyula, még belügyi helyettese Tömpe István volt. 56. november 4-e után az ország több városában újjászerveződött MSZNP apparátusa, a helyi pártfunkcionálisokból, volt AVH-sokból, tartalékos tisztekből, munkásokból és bányászokból megkezdte a karhatalmi alakulat felállítását, illetve szervezését. Ezeket a későbbiek során beolvasztották a kormány által felállított hivatalos karhatalomba. A munkás őrség felállítására és alkalmazására 57. januárjától került sor. 57. első felétől kezdődően a civil karhatalmisták jelentős része ezen testülethez ment át, és április-májusban a karhatalom meg is szűnt. Az úgynevezett honvéd karhatalom 57. december 15-én került megszüntetésre. Tényként állapítható meg, hogy 56. november 7-i kormányülésen született döntés a karhatalom létrehozásáról, amely szervezésével Münich Ferencet bízták meg. November 8-án az MSZNP ideiglenes intézőbizottsága és a forradalmi munkásparaszkormány közös határozatban intézkedett a karhatalom felállításáról és megszervezéséről. A felállításról jogszabályt nem bocsátottak ki soha, a határozat hivatalos labban nem jelentek meg, csak 57. február 1-én megjelent törvény rendelet említi már kész tényként a karhatalmat, amelyet ekkor helyeztek a katonai bíráskodás alá. 56. november 7-i és 8-i határozat alapján a további események is ezeknek megfelelően történtek. A határozatok lényege figyelemmel a későbbi rendelkezésre is az alábbiak voltak. És akkor felsorolva, a karhatalom a fegyveres erők minisztérium alá tartozik, a forradalom megalakult nemzetőrséget hivatalosan megszüntették, a karhatalom, a rendőrség, a megmaradt honvédség közös járőrzéseket folytatott szovjet katonákkal, lényegében háromféle karhatalom felállítása került sor, amelyek egy része a honvédelmi, más része a belügyi vezetés alatt működött, a Münich Ferenc, illetve Uszta Gyula által irányított katonai tanács alatt. Azokból a hivatásos honvédtisztekből, akik felesküdtek, hajlandók voltak tovább szolgálni, alakították meg a forradalmi honvéd karhatalom elnevezésű testületet. Katonai alakulatként katonai egyenruhában tevékenykedtek. 56. november 21-i ideiglenes intézőbizottság ülésén példaként hozták fel a Horthy hadsereg fehértiszti különítményét. Az országos rendőrfőkapitányság, illetve a budapesti és megyei rendőrfőkapitányság közrendvédelmi állományából 56. november végétől rendőri karhatalmi egységet szerveztek a közbiztonsági szolgálat ellátására. Jó, itt csak utalnék a következő pontokra, mely gyakorlatilag ugye ismétli a korábbi salgótarjáni sortűzperben a tényállás egyes részeit. Nagyon, mi úgy kezdődik a konkrét
akkor azt végigolvasom. A honvéd karhatalomtól, a tiszti alakulattól elkülöníten szervezték meg országosan azt a külön elnevezést nem viselő karhatalmat, amelyet köznyelven pufajkásoknak neveztek el. Ezek egy részét 56. november 4-e után spontán állították fel a helyi pártszervetek, majd november 7-e és 8-i döntéseket követően került sor országos megalakításukra. Ez a karhatalom már ekkor belügy irányítás alatt állt, és szintén fegyveres erők minisztérium alá tartozott. Ez csak elvileg volt így, mert sok helyütt ezen alakulatok szinte minden felsőbb ellenőrzéstől mentes, helyi szabadcsapatként tevékenykedtek. Usta Gyula és Tömpe István 56. december 11-én adott ki egy olyan közös utasítás, mely szerint ezek az egységek Budapesten ezred, több megyében zászlóalj, máshol század formájában, a rendőrség keretén belül, mint belügyi karhatalom kell működjenek. Ezek a belügyi karhatalmi alakulatok nem váltak katonai egységekké, nem tartoztak a néphadsereg kötelékébe, és a rendőri apparátuson belül is elkülönítve voltak. Személyi állományok mindenütt önkéntesekből állt, üzemi dolgozókból, leszerelt tisztekből volt, AVH-sokból és pártfunkcionálásokból. A lényeg minden esetben a politikai elkötelezettség és a megbízhatóság volt. Ezt a követelményt a korábbiakban rögzített határozatok és rendelkezések is előírták. Ezen karhatalmi egységek orosz jellegű vattakabáttal, orosz szörmesapkával vagy régebbi típusú magyar katonasapkával kerültek ellátásra, egyébként egyenruhát nem viseltek. Orosz-magyar kétnyelv igazolványt kaptak, és mindenütt együttműködtek a helyi szovjet városparancsnokságokkal. Együtt járőröztek a szovjet katonákkal, és különféle rendfenntartási és egyéb karhatalmi feladatokat ugyancsak együtt láttak el. Az alakulatok fegyvert a néphadsereg raktáraiból kaptak, általában az akkor használatos dobtáras géppisztolyt. Elhelyezésükről a katonai vagy rendőri szervek gondoskodtak, az üzemi és válti dolgozók munkaviszonya fennmaradt, és illetményüket továbbá is a munkahely folyosította részükre. De szerintem ez is nagyjából szó szerint megegyezik a Salgó Tarjáni résszel. De természetesen, hogyha van valami, akkor szó szerint felolvasok, hogy kérem, hogy szóljanak. No, tehát akkor ugye 56. októberi forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás visszajezte a régi hatalmat. Kiépülnek az erőszak szervezetek, igen, forradalmi ezred. Ebben a történelmi szituációban ilyen előzményeket követően a Magyar Szocialista Munkáspárt MSZNP ideges központi bizottsága 56. december 5-én tartott ülésén meghozta az 5-ös számú határozatát a fasiszta ellenes tömegdemonstráció szervezéséről. A határat értelmében a szervezésért, politikai irányításért felelősek Gáspár és Biszko elvtársak. 56. december 6-án Budapest területén a pártbizottságok több, a kormány és az MSZNP melletti tüntetést szerveztek, amelyek egyik fő eleme a korabeli magyar ifjúság útján, és a november 7-e téren keresztül a nyugati pályaudvar, illetve a Marx tér irányában tartó több száz főből álló tömeg az úgynevezett vörös zászlós tüntetés volt. A vörös zászlós tüntetők felvonulását a teljes útvonalon, így Budapest 6.-7. kerületben is a karhatalom állománya, valamint a szovjet katonák biztosították. Ezt a feladat elsősorban a II. Karhatalmi ezred 1. és 4. századok kirendelt, mint egy 20-24 főből álló alegység látta el. A felvonulás biztosításán túl a nyugati pályaudvar biztosítására is többszörösen megtörtént. Ezt a feladatot látta el egyrészt az első karhatalmi ezred 8. századától kivezényelt 10 fős őrség, illetve ezen a napon 13 órára különböző pontokra kirendelt 3-4-8 főből álló járőr. A pályaudvar közelében szovjet megszálló katonák is tartózkodtak. A biztosítási feladatokat ellátó karhatalmistákon kívül a karhatalmi ezredek többi szállodák állománya szokásos napi tevékenységét végezte. Így az első karhatalmi ezred, a második század is a nyugati pályaudvartól távolabb, az 5. kerületi szabadság téren lévő szolgálati helyén tartózkodott. Az első karhatalmi ezred a második századak állományába tartozott 56. novemberétől Mátai Ottó vádlott is, aki akkor főhadnagyi rendfokozatban teljesített szolgálatot egészen az ezred megszűnéséig. Mátai Ottó a karhatalmi egységben, mint volt hivatásos tiszt, önként lépett be. 56. december 6-án, 13 órát követően a nyugati pályaudvar közelében lévő területen, a West End udvaron az MSZNP-vel, illetve a kormánnyal szimpatizáló tüntetés már tartott. A tüntetők a tervezetek szerint a tüntetés során keresztül mentek volna a Budapest 13. kerületben található Élmunkás hídon is. Az Élmunkás híd Váci út felüli szakaszán a vörös zászlós tüntetés biztosítását az első karhatalmi ezred 8. századától a helyszínre vezérelt 4 fős járőr látta volna el, Szőcs Ernő főadnagy parancsnoksága alatt. A tüntetők azonban nem érkeztek meg a járőr által biztosított pontra, így a járőr a felállítási helyét engedély nélkül elhagyta, és gyalogossal a nyugati pályaudvar érkezési oldalához ment.
itt azt tapasztalták, hogy a vörözzászlós tüntetést a helyszínen összeverődött kisebb-nagyobb polgári személyekből álló csoport füttyel és hangos közbekiáltásokkal próbálja megzavarni. A fenti járőr egyik tagja ezért oda ment az egyik, mintegy 40-60 polgári személyből álló csoporthoz, hogy a hangadót, Borák Ottó sértetet onnan kiemelje. Borák Ottó azonban ezt látva kimenekült a nyugati pályaudvar csarnokába. E járőr másik időközben már elhalálozott tartalékos főhadnagy rendfokozatú tagja, Szent Györgyi Ferenc, követte a sértetet a csarnokba, és itt a szolgálat ellátásához rendszeresített lőfegyverből, egy dobtáras géppisztolyból, több lövésből álló rövid sorozatot adott le, amely lövések a sértettet Dvorák Ottót a bal csípő tájékán, bal alkarján és a bal kezének harmadik ujján érték, itt okoztak sérüléseket, illetve bal karját el is törték. A Szent Györgyi Ferenc által leadott lövések elvétés folytán eltalálták a csarnok területén tartózkodó és vecsési otthonába vonattal hazatérni kívánó Simon Béláné született Becker Mária sértettet is. A vecsés felé közlekedő vonat 14-15 perckor indult. Simon Béláné a lövési sérülések következtében tüdőlövésekből eredő belső elvérzések miatt a helyszínen elhalálozott. A sértett halálának a ténye tudomására jutott a nyugati pályaudvar sarnokán kívül tartózkodó polgári személyeknek is, akik közül Molnár György és másik két ma már ismeretlen személy Szent Györgyi Ferenc tartalékos főadnagy után ment, hogy őt lefegyverezzék. Szent Györgyi Ferenc azonban a csarnokban lévő lépcsőket és irodákat felhasználva egészen az egyik első emeleti ablakon keresztül a pályaudvar homlokzatára, az első emelet magasságában kívülről rögzített lapos üvegtetőre menekült. Molnár György és társai végül itt fegyverezték le őt. Mindezen cselekmények idején a Váci úton a nyugati pályaudvar felé közeledve egy jelentősebb civil tömeg érkezett. A helyszínen lévő szovjet páncélozott járművek, akik a nyugati térnél a Váci út irányában helyezkedtek el, tüzet nyitottak, és ennek a tűznek a során három személy, Szakács Ilona, Simon József és Aster Sándorné született Csonka Mária elhalálozott. Ugyanebben az időszakban megsérült egy Kós nevű őrnagy is, azonban őt a helyszínről még a mentők kiérkezés előtt elvitték, eltávolították. A fenti időszakban lezajlott események időpontja 14 órától kb. 15 óra 15 percig terjedő idő intervallumra tehetők, tekintettel arra, hogy az első lövések eldördülésével és az első sérülésekkel kapcsolatos bejelentések 14 óra 2 perckor érkeztek, míg az utolsó sérülésekkel elhalálozással kapcsolatos mentőköz történő bejelentésre 15 óra 15 perckor kerül sor. Ezen időszakban Mátai Ottó vádlott még nem tartózkodott a helyszínen, tekintettel arra, hogy egyéb helyszínen teljesített szolgálatot, majd visszatért a Szabadság téren lévő laktanyába. A fenti eseményeket észlelte az első karhatalmi ezred 8. századának a helyszínen szolgálatot teljesítő állománya is, így arról tudomást szerezhettek más karhatalmi egységek parancsnokai is. Éppen ezért a helyszín közelében lévő kerületekbe telepített alegységektől ötletszerűen a nyugati pályaudvarhoz vezényelte fenti ezred 2. és 4. századának állománya egy részét. Az összegyűlt dömeg feloszlatására folyamatosan érkezett, illetve jelen volt helyszínen összesen mintegy 150-200 karhatalmista, és az eljárás során ismeretlenül maradt mintegy 35 rendőr. Jelen volt ugyanekkor a karhatalmi tevékenységet ekkor már aktívan nem támogató több szovjet katona, akiknek létszáma és személye az eljárás során ugyancsak ismeretlen maradt. A Szabadságtéri laktanyájából helyszíre vezényelt állomány részére a század már időközben elhalálozott parancsnoka Bodnár József őrnagy tartott eligazítást, majd vezetésével, gépjárművel 56. december 6-án a délutáni órákban szolgálati helyükről a nyugati pályaudvarra indultak. Feladatuk az akkor már összegyűlt jelentős számú tömegnek a szétoszlatása volt. Ezen helyszíre vezérelt állománynak volt tagja Mátai Ottó vádlott is, akinek tartózkodási helyét Gál Kovács Lajos, a századparancsnok helyettese a nyugati pályaudvar és a 62-es számú posta közötti területre jelölte ki. Gál Kovács Lajos a tömeg szétoszlatása céljából a nála lévő géppisztolyból egyes lövéseket adott a levegőbe, azonban ezen tevékenység a tömeget nem oszlatta szét. Mátai Ottó vádlott a szolgálati feladatát egy 762 mm-es kaliberű DP más megjegyzés szerint 48M típusú golyószoróval látta el. A vádlott az ezen golyószorókhoz rendszeresített 47 töltényt befogadó dobtárat már a helyszíne érkezése előtt pontosan meg nem határozható időpontban betárazta, és így a golyószoró 47 darab
A T46 típusjelző fényjelző régebbi nevén nyomjelző lövedékkel volt ellátva. A terület kiürítésére Mátai Otto vádott és 8-10 ma már ismeretlen társa kapott parancsot. Ennek megkezdésekor a vádlott részére előjárója Gál Kovács Lajos azt a parancsot adta, hogy tüzelj. A vádlott parancsot úgy hajtotta végre, hogy a 47 lövedékből álló sorozatot menet közben mintegy 3 lépés megtétele alatt adta le oly módon, hogy a fegyvere csövét maga elé tartotta, és mindegy 3 lépésnyire az utca bazalt kövezetére lőtt. Eközben a fegyver csövének meghosszabbított vonalában mintegy 100-150 méterre más, a karhatalom állományában tartó személyek is, valamint több száz fő polgári személyből álló tömeg is tartózkodott. A lövések leadásakor a vádlott észlelte azt, hogy a golyószóró csöve kissé felemelkedett, a lövések gurulatot kaptak, azonban belenyugodott abba, hogy a kilőtt golyók a találat helyétől függően akár emberi életet is kiolthatnak. A lövedékek, ami mai Podmanicki utca és Terész körút sarkán lévő épület második, harmadik emeleti szintjén csapottak be az épületbe, és ott újabb gurulatot kapva az oktogon felé haladtak tovább, végig a tömeg feje fölött. Kétséget kizárólag nem merült fel arra nézve, hogy a vádlott által kilőtt lövedékek bárkit eltalálhattak volna. Ezt követően az ítélet foglalkozik a vádemelés előzményeivel, itt tulajdonképpen szintén megismétli a salgótarjai sortűzperben kapcsánhozott ítéletben foglaltakat, hogy a Magyarországgyűlés 3 ízben kísérelte meg ugye ezt a történelmi igazságtételi törvények 91-93, 93 aztán utal az alkotmánybíróság határozataira. A több alkotmánybírósági határozatra 96-93-as, ami pedig a konkrét ügyet illeti arra visszatérve, leírja azt, hogy a vádlott ugye tagadja a terhírodott bűncselekmény elkövetését és nem érezte magát bűnösnek. Érdemi védekezésnek lényege az volt, hogy azt a parancsot adták neki, mivel a körúton lévő tömeg nem akart távozni, hogy tüzeljen. A parancs hatására a nyakában lévő golyószóról sorozatra állította, lefele tartotta az utca macska kövezetére, és ez macska körben van téve, ahogy mentem a táron volt a kezem, lenyomtam a fegyvert, és úgy lőttem, kilőttem a sorozatot, a lövedékek a macska kövön gurulatot kaptak, felvágottak a Rudas László utca és körút sarkán lévő épület falára, a második és harmadik emelet közé, ott újabb gurulatot kapva, mivel fényjelzős lövedékek voltak, pörögni kezdtek a levegőben, így láthatóvá vált maga a lövedék. Előadta, hogy nem akartam, hogy bárkit is eltalálja, csak ezt tudtam tenni, mert előttem az utcasaroknál már ott voltak a szállat többi tagjai, a túloldalon pedig ott volt a tömeg. Ha én megemelem a golyószórót, akkor lelövöm a saját bajtársaimat, belelövök a tömegbe. Nyilatkozott a vádlott arról is, hogy miután a sorozatot kilőtte, parancsnoka újabb parancsot adott, hogy töltse a fegyvert. Ő azt válaszolta, nincs mivel, elfogyott a paprika. Nyilatkozott arról is Mátai Otto, hogy tüzértiszti iskolát mikor és hogy végezte, majd a karhatalom mikor megalakult, miként lépett be. Elmondta, hogy a karhatalmisták a Podmanicki utcában vonalba álltak, a tömeg a körültől jött. A helyszínen történt tárgyaláson elmondta, hogy képzett tüzértiszt voltam, persze tisztában voltam vele, hogy a makadám kőre löve gellert kaphattak a golyók, azért lőttem oda, az volt a garancia, hogy nem a tömegbe fog csapódni a lövedék, mert olyan volt a becsapódási szög, hogy oda nem csapódhatott be, ahhoz sokkal laposabban kellett volna lőni. A tömeg innentől kb. Az oktogon feléig tartott, igen, addig, amíg a lövedékeket szemmel tudtam követni, a lövedékek végig a tömeg feje fölött cikáztak. Nyilatkozott arról, hogy azért nem a tömeg feje fölött lőtt a levegőbe, mert nem tudta, hogy hová mennek a lövedékek és hol fognak leérni. Az esetleges figyelmeztető lövésekkel kapcsolatban elmondta, hogy itt annyi figyelmeztető lövés volt, mire mi ide kiértünk, úgy 4 óra felé meg 6 halott, meg minden, hogy én már a figyelmeztető lövésekbe nem bízhattam. A bíróság tanúként több embert meghallgatta, az észlelésen fel van sorolva, a bíróság meghallgatta a szakértőket is. Az eljárás során meghallgatott tanúk a vádlott tevőleges magatartásáról érdemben nyilatkozni nem tudtak, vallomásukban kizárólag az adott időszak politikai történelmi hátteréről a nyugati pályaudvar történtek, a vádlott helyszínen való megérkezését megelőző eseményekről tettek nyilatkozatot. A meghallgatott tanúk közül gyakorlatilag mindenki másként emlékezett az események sorrendjére, mindenki máshová tette azon időpontot, hogy tulajdonképpen mikor, mi történt,
pontosan maga a lövöldözéssel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a bíróság az iratoknál elfekvő dokumentumok alapján megállapította, és itt utal a mentőhöz való bejelentkezésre. A tanúk vallomását értékeli, a történész szakértő vélemény alá támasztotta. Szent Györgyi Ferenc azon tevékenysége, miszerint Borák Otto üldözte, váltotta ki a későbbi fegyverhasználatot, és eredményezte a Váci úti oldalon a tömegbelövést. Utal továbbá az egyes tanúk vallomására, azt értékeli. Mindezek alapján a bíróság megállapította azt, hogy Mátai Otto a nyugati pályaudvarnál történt, halálos áldozat is követelő eseményeket követően, azok befejezése után érkezett a helyszínre. 13 óra és 15 óra között időszakban történteknek, tehát nem volt a résztvevője. Utal a bíróság arra, hogy a büntetőjel szerint ugye vádhoz kötötten kell, hogy eljárjon, a vádat ki kell meríteni, azon nem terjeszkedhet túl. Az előbbiek tükrében megállapítható, miszerint nem cáfolható a vádlott azon érdemi védekezése, hogy 13 óra és 15 óra között időszakban hol járőrözött, tehát térben és időben olyan mértékben elkülönült az ő tevékenysége a nyugati pályaudvar érkezés oldalán, igen, hogy a bíróság azoktól teljesen függetlenül kellett ugye a vádlott tevékenységet a vizsgálat tárgyává tenni. Ezután utal a bíróság a már többször említett genfi egyezményekre, azoknak a cikkeire, második 146, 147 és harmadik cikk. Ez szintén résztesen elemzi, gyakorlatilag ugye a Salgótarján sortűzperben adott első és másodfokú ítéletekkel azonos módon ezt külön ki is emeli. Tulajdonképpen szó szerint idézi a rendelkezéseket. Az ítéleti tényállásból megállapíthatóan 56. november 4-én hajnalban a Szovjetunió hadseregének páncélos hadosztályai általános támadást indítottak Budapesten és vidéken. E támadás fegyveres ellenállásba ütközött, a harci cselekmények pedig 56. november 15-ig országszerte megszűntek, ezen időpontot követően katonai hadmeretek befejeződtek. Az ellenállás letörése után azonban a szovjet csapatok a városokból nem távoztak el, hanem megszálló erőként ott állomásoztak, rendészeti és közigazgatási funkciókat ellátva. A szovjet katonák a karhatalmistákkal kiegészülve Budapest közterületein tartózkodtak, járőrzésekben vettek részt. És akkor eddig jutunk, most tartunk egy negyed órás szünetet, és remélhetőleg a tanú 10 órára jön, annyira van idézve, és akkor 10 órától folytatjuk, jó? És szerkesztő, ugye? Tehát Duna Televízió. Jó, most már igen, ezt visszaadom akkor önnek. Megkérdezem, bár nyilván tisztában vele, hogy kollégák jelen vannak az ön kollégáim média részre, hogy hozzájárul az, hogy ön kép és hangfelvétel közzé tegyenek, vagy nem járul hozzá. Tehát hozzájárul, jó? Tehát ez akkor lehet tartani. A bíróság tanúként hallgatja meg önt, figyelmeztem a hamis tanúzás, valamint a tanúvallomás jogosatlan megtagadása törvényes következmény, azt a törvény szigorúan büntetni rendeli. Ön köteles az igazat vallani, legjobb tudomása és lelkiismerete szerint megértette ezt a figyelmes kioktást. A vádottat ismeri-e vele perben, haragban, rokoni viszonyban át vagy áll-e? Érdekeltnek, elfogultnak érzi magát bármilyen okból? Nem érzi magát. Hallja, amit mond a tanú? Hallja a válaszokat? Akkor hallja, igen. Akkor ez így tökéletesen jó lesz. No, az első kérdésem akkor még egyszer, hogy jelenleg hol dolgozik, milyen beosztásban, illetve ez a bizonyos, hát ugye Mátályát írt és rendelkezésre a DVD feljegyzés, majd közösen megnézzük, és akkor ezzel kapcsolatban a kérdéseket intézünk önhöz. Tehát jelenleg hol, milyen beosztásban dolgozik? Vezető szerkesztőként dolgozom a MTVA-nál. MTVA-nál. 2010 nyarán, augusztusában készült elméletileg a Közbeszéd című műsor, az egy felvétel, mégpedig ugye a vádlottal. Hogyha néhány szót gondolatot mondanak, hogy ennek hogy készült el, milyen előzménye vannak, hogy készült, milyen nyilatkozatot írtak alá, és ezt követően hogyan sugározták ezt televízióban? Ugye 2010 augusztusában akkoriban a közéletben belül van ez a téma, annak kapcsán készült ez a dokumentum.
erre sor kerítettünk. Ezt miután a két felvétel készült, az első felvételnek a sugárzásában biztos, illetve a jelenlévő lánya nem egyezett vele, ekkor készítettünk egy újabb felvételt. Ennek a sugárzásában ő már beleegyezett, ott a helyszínen alá is írta ezt a beleegyező nyilatkozatot, ez adásba került, és tulajdonképpen ennyi a rövid történet. Rendelkezésre áll akkor ugye a felvétel, illetve éget ugye a bírbe bele, és az ügyészség ugye három anyagot, ugye a közbeszéd vágatlan adásba került, aztán az adásba nem került, és a Duna TV honlapjáról közbeszédként letöltött anyag, és amit most megtekintünk, és addig nyugodtan kérem szépen egyelőre helyet lehet foglalni, az elméletileg az adásba került 2010-08-04 közbeszéd vágatlan Duna Televízió jelzésű anyag, ami mellékletként van egyébként csatolva az egyesített ügy kapcsán. Azt rakjuk be, és akkor megpróbáljuk majd kifordítani a kollégámat, arra kérném ugye a monitort. Az interjú részletes, előzetes egyeztetés után valósulhat meg. Jó estét kívánok! Köszönöm. A rendszerváltás óta az imént bemutatott dokumentumfilmben nyilatkozott először, és most nekünk miért? Hát természetesen azért, mert én a közélettől a nyugdíjba vonulásom után visszavonultam, és ezzel a kérdéssel nem kellett foglalkozni. Önök meglehetősen felháborodtak a film elkészülte miatt, illetve le akarták tiltani. Miért nem ért egyet a dokumentumfilm szerkesztésével? Azért nem, mert nem azt a interjút mutatták be, amit velem készítettek, hanem abból kiragadtak önkényesen részleteket, és a saját politikai meggyőződéseket és véleményüket játsszák le tulajdonképpen az általam egy héttel ezelőtt megnézett filmben. Tehát azoknak az embereknek a véleménye, akik ezt az interjút értelmezték. A teljes szövegét ennek az interjúnak nem hozták nyilvánosságra. Akkor most induljunk el 1956-tól. Mi volt 1956 őszén az ön feladata? 1956 őszén én angyalfőnök voltam a pártbizottságnak az első titkára. Tehát nem belügyminiszter voltam, hanem 56-ban egy kerületi pártbizottságnak az első titkára, és szenvedő alanya voltam, és átélője azoknak az eseményeknek, amelyik 1956-ban. Hát most az okokról nem beszélünk, mert nagyon összetett a maga a probléma. És hát én ugyanúgy átszenvedtem és átéltem, mint más magyarán. Mit gondolt magáról a forradalomról, a forradalom kitöréséről és abban a Nagy Imrének betöltött szerepéről? Hát először is én ezt nem forradalomnak tartom, mert ellenforradalomnak. Azért, mert ahol én dolgoztam Angyalföldön, a Lán gépgyárnak a volt tulajdonosa már ott sétált az irodába, és várta, hogy milyen lesz az eseményeknek a kimenetele, és abban reménykedett, hogy vissza fogja kapni a gyárat. És hát ami történt utána, az egy nemzeti tragédia. Hogy amikor a budapesti pártbizottságot tulajdonképpen megostromolták, akkor a rendszernek a leghűségesebb vezetőit, például Mező Imrét, a budapesti pártbizottságnak titkárát, aki velem én atyai jó baráti viszonyban volt, a fehér zászlón, amit kiírtak az épületből, a kezébe hasba lőtték. Én ott voltam az ő halálos ágyánnal, Péter Sándor utcai kórházban. És azon kívül azokat a kis katonákat, karhatalmistákat, akik a pártbizottság székházát védték, azokat fölakasztották a lábuknál fogva, a szívüket kitépték. És ezt lehet a rendszer védelmezőinek az oldaláról ellenforradalom, vagy forradalmat tekinteni.
Én szerintem ez a rendszer megváltoztatására való törekvést fejezett ki, és az rendszerért való harc az igazságos volt is. És ez emiatt keletkezett dühében vállalt el 1957. március 1-én a belügyminisztériumságot? Én nem akartam belügyminiszter lenni. Én mikor a Kádár János nekem ezt elmondta, akkor én azt mondtam, hogy nem, nem akarok belügyminiszter lenni. Azért nem, mert én nem tudok parancsolni. De mégis az lett? Az lettem, mert később ugye a politikai bizottság döntött, és a döntés után nekem már fellebbezési lehetőségem nem volt. És én 4,5 évet költöttem el a belügyminisztériumba, és az országban a közbiztonság helyreállt, az állampolgároknak a biztonsága, nem csak Budapesten, a vidéken, az egész országban konszolidálódott, megindult az üzemekbe a termelő munka. De milyen áron? Hát olyan áron indult meg, hogy akik a rendszer ellen vétettek, hát azoknak a felelősségre vonását a rendszer kezdeményezte. Hát én belügyminiszter voltam, én nem voltam a nyomozóhatóság operatív tisztje, hanem politikai vezető voltam. Egyébként a Kádár nekem ezt a javaslatot adta, amikor elfogadtam ezt a funkciót, hogy maradjak meg politikai vezetőnek. És én erre törekedtem. És az országnak a közbiztonságát, az állampolgároknak a törvények betartása és betartása a hűségért dolgoztam. De az az ár ön számára belügyminiszterként elfogadható volt, hogy a történelem írás szerint 300 embert kivégeztek, 20 ezer embert bebörtönöztek, és 200 ezer ember elhagyta az országot? Ez nekem nem volt közvetlen közöm. Hát az, hogy mennyi ember hagyta az országot, az akkori helyzetnek a következménye volt, és én rendkívül sajnáltam azokat az embereket, akik ennek a helyzetnek a következményképpen hazájukat kénytelenek voltak elhagyni. Nagyon sokan, én nem tudom pontosan megmondani, de 100 000 és többen visszajöttek Magyarországra, és itt élték az életüket. Tehát ön azt mondja, hogy belügyminiszterként a kivégzettek, illetve a bebörtönözöttekhez sem volt köze? Az ítéleteket nem én hoztam. A nyomozó hatóságnak a felügyelete, akik ezekkel a szakkérdésekkel foglalkoztak, azok összeállították a felelősségre a valamiért, valamilyen cselekményért. Elkövetett cselekményért a felelősöknek a tevékenységét, és a nyomozó hatóság a nyomozati zárójelentést átadta az ügyészségnek. Az ügyészség foglalkozott a nyomozó hatóság felügyeletével és törvényes ellenőrzésével, és a nyomozó hatóság, illetve az ügyészség feladata volt a vád emelés a bíróság előtt, és az ítéletet pedig a bíróság, a szuverén magyar bíróság hozta meg. Egyetértett egyébként ezekkel az ítéletekkel? Hát én nem tudom minősíteni, hát nem tudok se a ügyészségnek a nevében, se a bíróságnak a nevében nyilatkozni. De akkor ezeket független ítéleteknek és nem koncepciós pereknek tartja? Nem tartom koncepciós pereknek. Valamilyen cselekmények alapján történtek az ítéletek. Az MSZNP PB egyik... De egyébként, bocsánat, kérek, hogy körbevágok, nem csak ilyen ítéletek születtek, hogy súlyosbítottak, hanem enyhítettek is az ítéletek, mi súlyosnak tartottunk. És azt mondtuk, hogy azoknak a cselekménye nincs arányban azzal az ítélettel, amit a cselekményen, amit elkövettek. Ennek ellenére önnek tulajdonítanak, és az ön kézjegyével elváltottnak tulajdonítanak egy olyan dokumentum részletet, amiből idézek, és amelyre egyébként a műsorunk elején bemutatott film is épül, ez pedig így szól. Az ellenforradalmi szervezkedés bűnöseinek felelősségre vonásánál a politikai jellegű bűncselekményeknél sok az enyhe ítélet és viszonylag kevés a fizikai megsemmisítések száma. Ezt valóban ön mondta? Ezt kérem szépen, az én számból nem hangzott el, és nem tudom, milyen az az aláírás. Én nem írtam semmiféle okmányt alá, írtam alá,
amikor ez a film készül. Akkor miért tulajdonítják mégis önnek ezt a mondatot, és nem csak ebben a filmben, hanem nagyon-nagyon sok történész által jegyzett munkában idézetként ott szerepel, hogy ön jegyezte ezt a mondatot? Ezt nem értem a kérdést. Tehát miért rengeteg történész és rengeteg tanulmány önnek tulajdonítja ezt a mondatot? Miért akkor, hogyha ön ezt soha nem írta alá? Nem gondolta arra, hogy akkor ezt megnézze, utána járja? Kérem szépen, én nekem az a véleményem, hogy létre kellene hozni egy történészekből álló olyan bizottságot, amelynek az lenne a feladata és a funkciója, hogy a tényeknek az alapján elemezze azokat a cselekményeket, amik 1956-hoz vezettek, és aminek a következménye 56 után jelentkeztek. Egyébként az átlag emberek, az átlag állampolgárok, akik akkor éltek, azt az időszakot, ami 1956 és 1980 között eltelt, az egy konszolidációs időszaka volt, és egy föllendülő országnak a fejlődése. Visszatérve erre a történészi bizottságra, hogyha megalakulna egy ilyen, ön állna a történészek rendelkezésére? Természetesen, természetesen, és a legjobb tudásom szerint mindent, amit kérdeznek tőlem, arra válaszolnék. Ma egyébként mindent ugyanúgy csinálna a belügyminiszteri időszakában, mint akkor csinált? Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert akkor ilyen voltam, hogy a 35-36 éves vagyok, 89. Nem tudom, ugye ez egy lehetetlen dolog, hogy az ember másképp csináljon olyan dolgot, amit már átélt. És hát én akkor a legjobb tudásom szerint igyekeztem a népem, hazám érdekeit szolgálni, és az az időszak úgy kerül a magyar történelembe, mint egy fejlődő, fellendülő országnak a időszaka és a hosszak. Nyilván tudja, hogy ezzel nagyon sokan vitatkoznak, és amikor ezt mondja, nagyon sokakban sebeket szakít fel. A filmkészítői megpróbálták önt bocsánatkérésre bírni. Ön azt mondta, hogy nem kér bocsánatot, mert nincs miért. Viszont az egész 56-os esemény sorozat és az utána következő időszak feldolgozatlansága nagyon komoly feszültségeket szít még ma is. Nem gondolja, hogy egy szimbolikus gesztus lenne, hogyha ön mégis bocsánatot kérne? Kitől kérek bocsánatot? Az a helyzet, hogy én azt az 56-ot a magyar nép tragédiáján tartom, aminek én szenvedő alanya voltam. Tessék, hogy figyelni, hát ez nem az én feladatom. Ezt azok a szervek, amelyik a nagyimének a sorsával foglalkoztak, azoknak a feladat és azoknak a felelőssége. De én nem voltam bíró. És nem voltam nyomozó, ügyész. Semmiféle érzelmet vagy véleményt nem váltott ki önből akkor sem és most sem? Hát érzelme, dehogy nem váltott ki. Hát én rettenetesen sajnálok minden embert, akinek az életét elvették vagy megcsonkították. Na de hát ez egy-egy összetettebb dolog, mert ennek voltak nemzetközi összefüggése is, amiről ebben az interjúban ugye nem esik szó. Az Amerikai Egyesült Államok tulajdonképpen Európában el akarta változtatni a társadalmi berendezkedés azokban az országban, ahol ezek a szocialista kezdeményezések voltak. És meg is változott tulajdonképpen, és visszaállt a tőkés kapitalista rendszer. Bocsásom, meg nagyon kevés időnk van. 61-ig volt belügyminiszter. Miért különbözött össze Kádárral? Félreállt utána, vagy félreállították? Én önként a saját elhatározásomból mentem nyugdíjba, mert nem értettem egyet az a politikával, amit abban az időszakban Kádár János, akit én nagyon nagyra értékelek, folytatott. Miért nem értetted? Hát többek között ugye konkrét kérdésekben voltak vitáink. Az állami tartalékföldet, mint egy 1 millió katasztrális holdat átadtak a szövetkezeteknek, úgynevezett kőjóváírással, tehát igen. És akkor ennek a 20%-át a rendszerváltozás után
elvették. Tehát lett 25 ezer forint helyett 21 ezer forint a nyugdíjam. És ennek megfelelően van most nekem nyugdíjam, az összesen 240 ezer forint. Egy dolgot áruljon meg el, 89-ben a rendszerváltáskor nem félt attól, hogy felelősségre fogják vonni a belügyminisztersége alatt tevékenysége miatt? Nem volt félnyugalom. Én a népem érdekeit szolgáltam, akkor is belügyminiszter, és hát olyan tevékenységet, amiért engem felelősségre lehet vonni belügyminiszter, nem követtem el. Köszönöm szépen az interjút. Nagyon szívesen. Tehát a tanúnak, a szerkesztőnek olvastam fel a korábbi vallomását, amiben elmondta, hogy hogyan került sor erre a bizonyos felvételre, mi volt ennek az előzménye közvetlenül, és akkor még egyszer, jó? Tehát szerkesztőként dolgozott, és 2010. augusztus 4-i közbeszéd című műsornak a felelős szerkesztője volt. A Bűn és büntetlenség című dokumentumfilmet követően megkereste szerkesztőségünk Biszkú Bélát, hogy témáról nyilatkozzon, és ekkor ezzel nem kívánt élni. 2010. júliusában Biszkú Béla lánya, Biszkú Éva kereste fel szerkesztőségünket, hogy édesapja vállalna interjút. Ennek részletenek megbeszélése véget találkoztam személyesen Biszkú Évával és egy úrral, az ő képviseltüket látta a nevét, sajnos nem tudom, mert be sem mutatkozott. Ekkor állapodtunk meg, hogy ő beszél az édesapjával és visszahív, hogy melyik időpont alkalmas számára. Pár nap múlva telefonon jelentkezett és megállapodtunk a 2010. augusztus 3-i délutáni felvételben, a Duna TV stúdiójában. Az interjút előzetesen engedélyhez kötötték, tehát utólagosan engedélyezték a műsorba kerülést. Aznap megcsináltuk a felvétel, a riporter Apáti Tóth Kata volt. Kérdése elmondom, hogy véleményem szerint az ő kiallgatása felesleges, tekintettel arra, hogy én voltam a felelős szerkesztő, tehát én intéztem, a részletek nem tud nyilatkozni, utasításaim alapján járt el, és ebben a produkcióban csak riporterként vett részt. Viszkúr lánya a riport alatt mindvég jelen volt, majd jelezte számomra, hogy az elhangzott nem az előre egyeztetett koncepciónak felelnek meg, például sérelmezte, hogy Biszkurat az 56-os forradalom utáni megtorlás egyik fő szereplőjéként mutattuk be. De mi azért az interjút folytattuk, be is fejeztük. Az interjú után Biszkú Béla és Biszkú Éva jelezték, hogy így nem járulnak hozzá az elkészült interjú adásba kerüléséhez. Azt javasolták, hogy vágjuk ki az általuk sérelmezett részeket. Ebbe én nem egyeztem bele, hanem azt javasoltam, hogy csináljuk meg újra a felvételt azzal a kikötéssel, hogy a riport elején a műsorvezető elmondja, hogy az interjú részletes egyeztetés követően valósulhatott meg magyarul, ők diktálták a feltételeket, és kihagytuk az általuk sérelmezett kérdéseket. A felvétel újra megcsináltuk, amelyet követően Biszkú Béla aláírta azt a nyilatkozatot, amelyben hozzájárul az interjú adásba kerüléséhez. Ezen nyilatkozatot, valamint a két interjú DVD-n vallomáshoz csatolom, az egyes szám az első, melyhez nem járult, a kettes szám a végleges, amely másnap 10, tehát augusztus 4-én adásba is került. Kérdésre elmondom, hogy a nyilatkozatot helyben aláírtuk, és Biszkura lánya jelenlétében egyetértése mellett majd eltávoztak a stúdiómból, a felvétellel kapcsolatban utólagosan semmilyen kifogást nem emeltek, az adásba kerülésig sem, igazából azóta sem, csak a promóval kapcsolatban problémáztak telefonon, de a műsoron semmilyen változtatást nem hajtottunk végre. Egyébként a nyilatkozat ehhez hozzájárult. Tehát a felvételt követően Biszkú úr nem nézte vissza a kész anyagot, mivel a műsor az elejétől a végig rögzítésre került, ahol ő természetszerűen végig jelen volt, és azt vágatlanul adtuk le. Utólag semmilyen javítás nem történt az interjúban, és az ő részéről nem is hangzott el erre vonatkozó kérdés észrevétel. Ezt akkor visszaadom önnek, köszönöm szépen. A tanú már nem kell, ő elmehet? Jó, köszönöm szépen, viszontlátásra. Gondolom, hogy az ügyességállásmunka szerint most kellene ismertetni frissen azután, hogy a
És ez az ötös kötet? Ez a van hatos kötet, az itt van. Jó, köszönöm szépen. Ennek aztán semmilyen akadálya nincs. Akkor még egyszer sorrendben, hogyha... 3300? Azért akartam... 3999, hát akkor a hatos kötet. 3999 jegyzőkönyv. A Központi Bizottság 57. december 21-én tartott zárt üléséről. Kis Károly elvtárs javaslatot tesz a napirendre. Napirend beszámoló egyes magyar állampolgárnak az 56. októberi ellenforradalmi felkelés idején elkövetett törvénybe ütköző cselekményeiről. Előadó Kádár János elvtárs, kiegészítést tesz Biszku Béla elvtárs. Melyik részt kéri, ügyész úr? Ezt az oldalt, illetve a határozati javaslatot, és utána pedig... Jó, tehát akkor az első két oldallal kezdjük meg. Jó. A napirendet a Központi Bizottság jelenlévő tagjai egyhangulag elfogadják. Kis Károly elvtárs javaslatot tesz a jegyzőkre. A Központi Bizottság a következő elvtársokat fogadja a jegyzőknek, Aquarnes Szurdi, Ilku Földes László elvtársokat. Kis Károly elvtárs, mint a Központi Bizottság ülésének elnöke megállapítja, hogy 51 szavatra jogosult KB tagból jelen, így a Központi Bizottság határozat képes. És akkor felsorolja a hiányzókat, köztük ugye Somogyi, Török, Komocsin, Kálai, Tömpe, Borbély, valami betegség miatt Darabos, Horváth, Marosán és Réva József elvtársa. Kádár János beszámolója. 57 tavaszán tartott ülésén a Központi Bizottság felhatalmazást adott, a politikai bizottságnak állapítsa meg az ellenforradalom elindításnak döntő tényezőit, valamint azért felelős tettesek személyekre való tekintet nélkül. A Központi Bizottság nem adott olyan értelmű utasítást, hogy a vizsgálat egyes személyek ellen irányuljon, de arra vonatkozóan adott utasítást, hogy az egyes személyek szerepének súlyosságát saját cselekmények alapján állapítsák meg. Mindezek alapján a politikai bizottság a központi bizottság felé a következő javaslatokat teszi, különbséget téve az egyes csoportok, illetve személyek megítélésénél. Szabad folyást kell engedni a törvényes eljárásnak Nagy Imre, Donát Ferenc, Szilágyi József, Jánosi Ferenc, Vásári Miklós, Fazekas György, Táncos Gábor és Haraszti Sándor állampolgárokkal szemben. Törvénybe ütköző cselekményeikre eljárási kegyelmet kell biztosítani, és nem kell büntetőeljárást indítani Szántó Zoltán, Lukács György, Vasz Zoltán, Újhelyi Szilárd, Rajk László állampolgárokkal szemben. Mások ellen, akik nem menekültek a jugoszláv követségre, de cselekményeik súlyosak, ugyancsak induljon törvényes eljárás. Ezek a következők: Tildi Zoltán, Maléter Pál, Kopási Sándor, Gimes Miklós, Erdős Péter és szökésben lévő Király Béla állampolgárokkal szemben. Törvénybe ütköző kisebb súlyú cselekményekre eljárás kegyelmet kell biztosítani, és nem kell büntetőeljárást indítani. Despot volt ő, nagy Vári József, Kis István, Lantos József, Szűcs Miklós, Pártai Tivadar volt képviselő állampolgárokkal szemben. Ezek inkább sodródtak az eseményekkel. Az egyes személyeket, illetve a következő megjegyzéseket kell tenni, és akkor itt fel vannak sorolva. Szántó Zoltánnak a párt dezorganizásában vezető szerepe összehívta és indítványt adott az elnökségnek az MTP megszüntetésének deklarálása és egy teljesen új párt szervezésére. Apró, kis, Kádár elvtársak ez ellen foglaltak állást. Nagy Imre szokásának megfelelően hallgatott és várta a többiek állásfoglalás. Losonci, Donát, Lukács, Horváth Márton a feloszlatás mellett kardoskodtak. Ezután egy 35 tagú szervezőbizottságot hoztak létre. Ennek létrehozása után Szántó Lukács mások kijelentették, hogy mégsem vesztek részt a szervezőbizottság munkájában, mert ott a sztálisták, rákosisták vannak. Szántó Zoltán, Losonci, Donát megígérték, hogy ő lesz az új párt főtitkára. Ezt ő Andropov elvtársnak bejelentette, ennek ellenére a politikai bizottság eljárási kegyelmet javasol Szántónak, mert ő nem volt tagja a konspiratív csoportnak. Ezen kívül Szántó segített felderíteni, hogy milyen események előzték meg a követségre való kerülésüket, és azt, hogy az akkori jugoszláv követ vitte a legtöbb embert a követségre, valamint figyelembe kell venni mozgalmi múltját. Tehát akkor ez... Köszönöm.
Jó, hát ez két oldalas itt ez a része, tehát kérem szépen 40-71 ügyészi indítványra jegyzőkönyv a politikai bizottság üléséről. A politikai bizottság 58. február 5-én zárt ülést tartott. Az ülésen nem tudott részt venni apróhantajártás, külföldi tartozás, kiskárójártás, más irányú. A politikai bizottság három kérdést tárgyalt meg. Egy, a központi bizottság legutóbbi zárt ülésén hozott elvi döntés alapján megindított per kérdése. Kettő, Jugoszláv Kommunisták Szövetsége vezetőinek irandó levéltervezete, és Horváth Imre elvtárs elhunytával kapcsolatos intézkedések. Egyes pont. A politikai bizottság figyelembe véve a nemzetközi helyzetben az utóbbi hónapokban bekövetkezett változásokat, valamint a Szovjetunió kommunista pártja elnöksége elvtársi véleményét úgy látja, hogy magyarországi ellenforradalom fő bűnösének az elítélés alá kell lenni az egész emberiség, benne a magyar nép létkérdésnek, a békekérdésnek. A fő kérdés napjainkban a hidegháború frontjának áttörése, a legfelsőbb szintű tárgyalások megtartása, a béke biztosítása. A politikai bizottság az a véleménye, hogy a per mostani lefolytatása ürügyül szolgálhatna a tárgyalások elől kibúvott kereső imperialista vezetőkör számára, ezért a politikai bizottság célszerűnek látja a pert bizonyos kiegészítés indokolással felfüggeszteni, illetve néhány hónapra elhalasztani. A politikai bizottság megbízza Kádár, Münich és Biszko elvtársakat, hogy a szükséges intézkedéseket az állami vonalon illetékes elvtársak után tegyék meg a per felfüggesztése, illetve elhalasztása érdekében. A politikai bizottság által megtett intézkedésekről a központi bizottságot a legközelebbi zárt ülésen informálni kell. Kettes pontban a politikai bizottság megtárgyalta a Jugoszláv Kommunisták Szövetségéhez irandó levél tervezetét, és azt a fő vonásaiban elfogadta. Megbízást adott Kádár, Kála és Biszko elvtársaknak a levél végleges megszövegezésére. A levelet jövőjét végig el kell juttatni a Jugoszláv Kommunista Szövetségéhez. Horváth elvtárs, ez pedig a harmadik. Horváth elvtárs elhunytálva szükségessé vált a külügyminiszteri tárca betöltése, valamint a központi bizottság kiegészítése. A politikai bizottság megbízza Kádár és kis elvtársakat tegyenek erre javaslatot a politikai bizottság legközelebbi ülésén. Ugyancsak a legközelebbi ülésen kell dönteni a központi bizottság összehívásának időpontjáról. Tehát gyakorlatilag akkor ennyi lett volna. Akkor visszatérünk most arra az ítéletre, amit ugye a tanú kihallgatás előtt megkezdtünk a nyugati téri eseményekkel kapcsolatban. Tehát 19. oldal, Fővárosi Bíróság ítélete. Mindebből az következik, hogy 56. november 4-én a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió között a szovjet támadás folytán hadüzenet nélkül a 4. Genfi Egyezmény cikkében írt nemzetközi fegyveres összeütközés alakult ki. Erre pedig a 6. cikk értelmében az egyezményt az összeütközés kezdetétől fogva alkalmazni kell. Mint hogy a katonai hadműveletek általános befejezését 56. november 10. napját követően Budapest megszállt terület maradt, így az volt 56. december 6-án is, az egyezmény alkalmazásának hatálya változatlanul fennállt. Ez a helyzet egyben azt is jelenti, hogy Budapest polgári lakossága, a szovjet hadsereg, mint megszálló hatalom, hatalmában volt, következésképpen az egyezmény védelme alá került. E védettsége természetesen mindaddig, amíg a megszállás ténylegesen fennállt, a szovjet erőkkel együttműködő azokkal közös akciókat végrehajtó karhatalmistákkal szemben is érvényesült. Ne kell jegyezni azt is, hogy a szovjet katonai alakulatok 56. november 4-ét megelőző, előbb a békeszerzése, majd a varsói szerződésen alapuló folyamatos magyarországi jelenléte a nemzetközi jog szerint nem minősült megszállásnak. A bíróság ezt követően elemzi a nullum crimen színelege és a nulla pena színelege elvét, illetően rámutatott arra, hogy a háborús és emberiség elleni bűncselekmények a nemzetközi jog szabályozása nincs tekintettel a belső jogban érvényesülő elvekre, mint hogy ezektől attól függetlenül rendeli büntetni, hogy azok az elkövetéskor a belső jogban büntethetők voltak-e vagy sem. A nemzetközi jog ide vonatkozó hiánya vagy esetleg eltérő volt a közömbös, mert a nemzetközi jog a maga saját rendszerén belül megköveteli, hogy a bűncselekmények az elkövetés időpontjában a nemzetek közössége által elismert általános elvek alapján háborús vagy emberiség elleni bűncselekménynek minősüljenek, hiszen a magyar állam büntetőjogi hatalmán keresztül a jelzett bűncselekmény esetében valójában a nemzetek közösségnek büntető hatalma érvényesül. Ebből fakadóan nincs jelentősége annak, hogy a Genfi egyezmények kihirdetése miként történt meg, illetőleg hogy az adok végrehajtására való kötelezettséget a magyar állam mely időpontban teljesítette. Megjegyzi azt is, hogy a Genfi egyezményhez a magyar állam csatlakozott, azt ratifikálta, ugye 54-re hivatkozik, illetve ugyanúgy a New York-i egyezményre egy az egyben, tehát itt a Salgótarjáni ügyhöz kapcsolóan ezt kifejti.
Kifejti továbbá, hogy a december 6-i esemény kapcsán a büntető törvénykönyv értelmében is tiltott büntetendő cselekménye volt, többek között ugye a súlyos jogsértések, szándékos emberölés. Utal ismételten és elemzi a 90-as alkotmánybírósági határozatot, illetve rögzíti az események kapcsán megvalósított szándékos emberölés a Genfi Egyezményben foglalt háborús büntetet képező súlyos jogsértésnek tekintendő. Ezt követően a bizonyítékok körül kiemeli az igazságügyi fegyverszakértői szakvéleményt. Dr. Kecsmár László a szakvéleményben a tárgyaláson is előadta, hogy a gurulat esetén a lövedék iránya gyakorlatilag kiszámíthatatlan, akárcsak az energiája. Hozzátette, hogy a kettős gurulatnál sem kizárt az eredmény, elmondta azt is a szakértő, hogyha a tömeg irányába lőtt, megvolt a lehetősége találatnak. Nem lehet kizárni azt, hogy volt olyan lövedék, ami nem ezt a lőpályát követte. A bíróság álláspontja szerint nem csak képzett tűzértiszt volt a vádlott, hanem egy képzetlen átlag magyar állampolgártól is elvárható az, hogy tudja, hogy ha golyószóróval egy tömeg irányába makadámkőre lő, akkor annak halálos eredménye, sőt, halottakban megnyilvánuló halálos eredménye is lehet, mert ezek a lövedékek esetleg el fogják a tömeget találni. Mindezek alapján a bíróság álláspontja szerint kétséget kizáróan bizonyítható az, hogy a vádlott belenyugodott abba a körülmény, hogy a gurulat vagy többszörös gurulat az ilyen fegyverből adott 47 golyóba álló sorozatnál több halál eset is előfordulhat, és cselekményt ebben a tudatban hajtotta végre. Nem találta tehát helytállónak a vádlott érdemi védekezését. Mindezeket figyelembe véve a vádlott tevőlegessége az adott időpontban, a háború idején, a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Genfi Egyezményben foglaltaknak háborús büntetnek minősül, amely több emberen elkövetett emberős kísérletével valósított meg. A vádlott terhére tehát a háborús büntetként felrós súlyos jogsértés képező esetlegesen elkövetett szándékos emberős kísérletét több emberen valósította meg. Ezt követően elemezte a bíróság a BTK másik szakasz alapján az elkövetéskori, elbíráskori szabályokat, és ennek alapján értékelte azt, illetve kiemeli a Salgótarján és Oltűzper kapcsán szintén kiemelésre került, miszerint köztudott, közismert történeti tények körében az eljárás során bizonyításnak nincs helye, illetve arra nincsen szükség. A köztudomású tényeket ugyanis a B alapján nem kell bizonyítani. Mindezek alapján az 56-os forradalom és szabadságharc kapcsán lezajlott történelmi események köztudomásúnak tekintette. Ezt külön értékelte a súlyosító, enyhítő körülményeket. Kiemeli és rögzíti a következőket, a vádlott terhére nem lehet felróni azokat a körülményeket, amelyek nem neki rohatók fel, nem az ő hibájából keletkeztek. Az a tény tehát önmagában, hogy 35 évig, bár erre törvényes lehetőség meg lehet volna, nem vonták felelősségre, a vádlott terhére nem roható fel, ez akkori politikai rendszer hibáját tükrözi. Nyomatékos enyhítő körülmény a vádlott több súlyos betegséggel küzd, és végül ugye a kiszabott szabadságvesztés kapcsán értékel annak végrehajtási fokozatát, rögzíti azt, hogy a vádlott idős, fizikailag és szellemileg megfáradt egészségű ember, illetve a büntetési céloknak az érvényre juttatásáról szól. Na, ez kérem szépen az elsőfokú ítélet. És akkor a... a másodfokú ítélettel. Ezt a Magyar Köztársaság legfelsőbb bírósága, BF1 456 per 2002 per 6 szám. 2003. február 20-án megtartott nyilvános fellebbezési tárgyaláson hozta meg az ítéletét. A több emberen elkövetett emberöléssel megvalósított háborús büntet miatt Mátra ellen váltott intott a fővárosi bíróság ítéletét megváltoztatta, az ítélet bűnösségét megállapító és büntetést kiszabó rendelkezéseit hatályon kívül helyezte, a vádlott cselekményét foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés büntetének minősítette, és a vádlottal szemben az indított büntetőeljárást megszüntette. Ami az indokolást illeti ennek a másodfokú döntésnek, először is a bíróság rögzíti az elsőfokú döntést, tehát annak a számát és a kiszabott büntetést, a legfőbb ügyészségnek a nyilatkozatait, a vádlottnak és a védőnek az előadását.
A legfelsőbb bíróság a fellebbezések alapján az első fokú ítéletet és az azt megelőző bírósági eljárást teljes terjedelmében felülbírálta. Ennek eredményeként megállapította, hogy a fővárosi bíróság a tényállást a lényeges tényezők tekintetében helyesen állapította meg, de az első fokú ítéleti tényállás részben az ítélet hirdetése óta a vádlott egészségi állapotában bekövetkezett változás és figyelemmel kiegészítésre, illetve ítélet szerkesztési helytelenség következtében helyesbítésre szorul. A legfelsőbb bíróság tehát a vonatkozó rendelkezés alapján kórházi zárójelentést figyelembe véve kiegészítette a tényállást, nevezett vádlott szívműködési panaszok kapcsán, illetve ami még relevánsabb az ügy kapcsán, az ítéletben macska körömbe van téve, belenyugodott abba, hogy a kilőtt golyók a találat helyétől függően akár emberi életeket is kiolthatnak, ezt a részt mellőzte, mert ez a következtetés az iratok tartalmával ellentétes, ténybeli alapjai hiányoznak, ezért megalapozatlan és egyébként olyan következtetés, amelynek helyesség esetén is az ítélet jogi minősítést indokoló részében lenne helye. Ezt követően utal a legfőbb ügyészség indítványára. Az elkövetéskor hatályban volt anyagi jogi szabályok alkalmazására vonatkozó részében a legfőbb ügyészség a BTK második szakaszát értelmezve úgy foglalt állást, hogy a legfelsőbb bíróság alaposnak talált azt a legfőbb ügyészi indítványt, mely szerint a vádlott cselekményét nem a hatályos BTK szabályai szerint, hanem az elkövetéskor hatályban volt törvényi rendelkezések szerint kell elbírálni. Ezt követően ezt elemzi, és a következőket mondja. Az elkövetéskor hatályban volt szabályozás BH 352 BTK 1950-es törvény vonatkozó rendelkezéseit együtt alkalmazva. Az életfogytig tartó szabadságvesztés helyett legkevesebb 5 évi szabadságvesztés alkalmazására ad lehetőséget. Az elkövetéskor hatályban volt szabályozás, tehát a cselekmény kedvezőbb elbírálásra adott lehetőséget. Megfogalmazza a védő kételjeit, majd a legfelsőbb bíróság kifejti ezzel kapcsolatos álláspontját. Ennek kapcsán pedig a következőket érdemes kiemelni. A 90-es törvény az 56 évi októberi forradalmi szabadságharc jelentőségét méltatta, és mindenkire kötelező erővel állapította meg azt, hogy Magyarországon 56. október 23-án forradalom, majd szabadságharc zajlott le. A törvény ma is hatályos, rendelkezései nem vitathatóak. Az általa deklarált események forradalom és szabadságharckérti megítélése a legfelsőbb bíróság ítélkezésében is következetes. A védő a történeti események vitatása mellett a genfi egyezmények alkalmazhatóságát is kétségbe vonta. A legfelsőbb bíróság már több ügyben foglalkozott ezzel a kérdéssel, és az Alkotmánybíróságnak az egyezmények alkalmazhatóságával kapcsolatban kifejtett elemzésével is. Az elsőfokú bíróság erre vonatkozó jogi álláspontja egyébként megfelel a legfelsőbb bíróság körben folytatott következetes ítélkezési gyakorlatának, és figyelemmel van az Alkotmánybíróság 36/96-os határozatában kifejtettekre is. A legfelsőbb bíróság ehelyütt emlékezetőleg utalva a hasonló ügyekben folytatott ítélkezési gyakorlatára, és itt hivatkozik ezekre a végzésekre, a következőket emeli ki. Közismert tény, hogy 1956. október 23. napjával kezdődően a diktatúra központi hatalma fegyveres erőit bevetette a fegyvertelenül békésen tüntető lakossággal, amit a szerveződő fegyveres forradalmi csoportokkal szemben, és akkor ezt tovább részlezi. Utalva arra, hogy az országon belül 56. október 23. napjával kezdődően nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütközés zajlott mindaddig, amíg a diktatúra fegyveres ereje a lakossággal szemben tevékenykedett, továbbá addig, amíg a Szovjetunió hadsereg az országot november 4-én megszállta, miáltal az összeütközés nemzetközi jellegűvé vált. Tehát 56. november 4-én a szovjet támadás folytán hadüzenet nélkül a genfi egyezmény vonatkozó cikkében írt nemzetközi fegyveres összeütközés alakult ki. Erre pedig a 6. cikk értelmében az egyezmény az összeütközés kezdetétől fogva alkalmazni kell. A 6. cikk alapján a megszállt terület lakosságának védelmére vonatkozó időtartam 1 év, amely vonatkozik a vád tárgyává tett magatartás időpontjára is. Ez alatt az idő alatt a polgári lakosság, a szovjet hadsereg, mint megszálló hatalom hatalmában volt, következésképpen a hivatkozott genfi egyezmény védelme alatt állt. A vádlott vád tárgyává tett 56. december 6-i cselekményt, ezért a nemzetközi egyezmény alapján kellett vizsgálni, és arra figyelemmel eldönteni azt, hogy a vádlott cselekménye olyan súlyos nemzetközi jogsértést valósította meg, amelynek elévülése kizárás, a büntetőjogi felelősségre vonás akadálytalan, amennyiben
a magatartása, tehát a Genfi Egyezmény oltalom alá tartozó fegyvertelen polgári lakossággal szembeni olyan cselekménynek minősült volna, amely a több emberen elkövetett emberülés megállapítására alkalmas, hogy annak háborús büntetkénti minősítése indokolt lett volna. A legfelsőbb bíróság az elsőfokú ítélet tényállásában őrizett magatartást az elkövetéskor és az elbíráskor hatályban volt anyagi jogi szabályokat összevetve megvizsgálta. Mindezek alapján azt állapította meg, hogy döntően helyesen rögzített tényekből az elsőfokú bíróság tévesen mondta le azt a következtetését, miszerint Mátai Otto ölési szándékkal cselekedett, amikor lőfegyverét használta. Az elsőfokú ítélet történeti tényállását ezt követően idézi. Utána utal a vádlott érdemi védekezésére. A lényeg, a vádlott nagy tűzerejű fegyvert használt, amelyet, ha emberekre irányít, akkor nyilvánvalóan többek életét is kiolthatta volna. A lövések leadásakor azonban nem a lőtávolban lévő tüntetőkre, hanem a kövezetre célzott. A lőfegyver használatának a módjában tehát nem az ölési szándékra, hanem éppen ellenkezőleg az emberélet megóvásának szándékára lehetett következtetni. Nem lehetett megcáfolni a vádlottnak azt az előadását sem, hogy a kövezeten gurulatot kapott lövedékek több emeletnyi magasságra repültek, a tüntetők feje fölött szálltak el. Tényként maga az ítélet állapította meg, mely szerint nem merült feladat arra nézve, hogy a vádlott gépfegyveréből kilőtt lövedékek bárkit eltaláltak volna. Az elkövetés módjából tehát a cselekmény tárgyoldal ismérveiből akár eshetőleges ölési szándékra sem lehetett következtetés levonni. Erre vonatkozó következtetési alapot más adat sem szolgáltatott. A vádlottás sem az elkövetéskor, sem azután nem tett olyan kijelentést, amelyből az következnék, hogy akár belenyugodott volna bárki halálába is. 56. december 6-án a Nyugati téren és környékén lezajlott események során bekövetkezett tragikus halálesetek közül az ítélet megállapítása szerint a vádlottat senki tekintetében nem terheli felelősség. Tévedett tehát a fővárosi bíróság, amikor azt állapította meg, hogy a tömeg oszlatásra vonatkozó parancs végrehajtása során a vádlott úgy használta a gépfegyverét, hogy mások halálának következménye belenyugodott. Mátai Otto ezért a több emberen elkövetett emberülés büntetének kísérletét nem valósította meg. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a lövedékek gurulata közvetlen veszélyhelyzetet eredményezett, és csak a véletlennek köszönhető, hogy végül is senki nem szenvedett sérülést. A tüntetőtömeg távolságra a figyelemmel ugyanis nem volt kizárható annak lehetősége, hogy a már csökkent energiájú lőmagok mások testi épségét sértsék. Ennek megállapítására az eljárásban többször meghallgatott fegyverszakértő véleménye adott kellő ténybeli alapot. Ezt követően a legfelsőbb bíróság idézi az elkövetéskor BHÖ vonatkozó rendelkezéseit, amelynek a lényege, hogy az elkövetéskor hatályos anyagi jogszabály szerint vád tárgyává tett magatartása e szerint minősülhetett volna a foglalkozás szabályainak a tudatos megszegésével, vagy azzal járó kötelességek tudatos elhanyagolásával mások életének vagy testépségének közvetlen veszélyeztetése. A fegyver kezelésére vonatkozó szabályokat a vádlott azért szegte meg, mert támadó magatartást nem tanúsító fegyvertelen emberekkel szemben használta úgy, hogy testi épségüket közvetlen veszélynek tette ki. A vádlott cselekmények jogi megítélésekor a legfelsőbb bíróság a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés elbírálásával kapcsolatban kialakult több évtizedes töretlen bírói gyakorlatot tartott a szem előtt. Jogi álláspontjának kialakításánál több eseti döntése volt figyelemmel, ezeket külön-külön megjelöli és részlezi macskakörömbe téve. Hatályos BTK 170. szakasza, ott a büntetési tétel 3 év terjedő szabadságvesztés, tehát a vádlott cselekményét e törvényhely szerint kellett megítélni. E veszélyeztető természetű bűncselekmény ugyanakkor nem tartozik a Genfi Egyezmények közös harmadik cikkébe felsorolt súlyos jogsértések közé, ezért a rendes elévülési szabályok az irányadók és a cselekmény azért háborús büntetnek sem minősíthető. Mivel az általános szabályok az irányadók, a legfelsőbb bíróság a vádtárgyas cselekmény büntethetősége 59. december 6-án bekövetkezett elévülés miatt megszűnt, és a foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés büntette miatt indított eljárás erre figyelemmel megszüntette. Mivel a legfelsőbb bíróság büntethetőségi akadályt észlelt, az elsőfokú ítélet bűnösségét megállapító kiszabó rendelkezését hatályon kívül helyezte, és új rendelkező bűnügyi költséget az állam viseli 2003. február 20. napján. 3271-es megbízó levél, Magyar Néphadsereg, valahogy egy alszám is 963-as,
és személyes aláírás az Huszta Gyula vezérőrnagy házes parancsnoknak. Megbízó levél, tehát az országos rendőr kapitánnyal egyetértésben megbízom Hádi Sándor bajtársat, hogy megye, tehát Nógrád, megye a fegyveres karhatalmat megszervezze. Ennek érdekében a megyei rendőrkapitányság minden segítséget adjanak meg. A fegyveres karhatalom feladata, hogy a honvédség, a rendőr és szovjet alakulatok együttműködésében megteremtsék a közbiztonságot, a rendet, és biztosítsák a dolgozók békés munkáját, valamint számolják fel a fegyveres ellenforradalmi csoportokat. Emlékezem szerint kb. December 8-a előtt egy héttel érkezett Salgótarjánba Házi Sándor honvéd vezérőnök, akire annyit tudtunk, hogy előtte a légierő valamelyik parancsnok, ez a központi bizottság tagja vagy póttagja volt. A főkapitányságon azt közölte, hogy ő a párt és a kormány megbízottja volt vele, egy tiszt, akinek a nevére nem emlékszem. Közölte, hogy az a feladata, hogy a fegyveres és rendészeti szervek felett átvegye az irányítás. Mi ezt az ORK-ra jelentettük, és közölték, hogy ne tudnak róla. Mi nem kértük Házitól sem nyílt parancsot, megbízólevet, semmilyen írást. Nagyon sok vitánk volt Házival, amennyire ezt a rendfokozati különbség lehetővé tette. A rendőri munkához nem értett, beleszólt a rendőri szakmai kérdésekben, például a bűnügyi osztály vezetőjének az utasítás valakinek az elővezetésére. A bűnügyi osztály vezető ezt velünk közölte, mi ezt háznál kifogásultuk. Lejárt a fogdában, érdeklődött, hogy kik vannak letartóztatva, sokat tárgyalt a pártbizottságon és Dalázsékkal. Nem volt végig veszélyeztetett kapcsolat, de többnyire ez volt. Pár nappal a főesemény előtt Nagybátonyból hír jött, hogy teljes a leállás a hőerőműnél. Fennáll a fagyveszély, és megbénul a megye egy résznek az elektromos ellátása. A nagybátonyi munkástanács azt kéri, hogy a szovjet parancsnok, a rendőrség és a pártbizottság menjen ki nagybátonyi békés tárgyalásra. Hárman mentünk ki. Baltoik József vezetett minket, én voltam vele, és egy szovjet őrnagy, aki dobtálas géppisztoly volt. Kértem őt, hogy a géppisztolyt ne hozza, békés tárgyalásra megyünk, nálam sem volt fegyver. Elfogadta a javaslatomat, nem hozta a géppisztolyt. A községháza elé értünk, kb. 100 ember volt, napfényes délelőtti idő volt, az első sorokban lévő embereken jól látható volt, hogy ittassak. A tanácsteremben volt egy kb. 30 főnyi elnökség, és elkezdtük a tárgyalást. A tárgyaláson Potoljuk mindent eddig tekintélye megszint, olyan követeléseket támasztottak, amelyek valamennyik kompetenciáját meghaladták, kezdve a szovjet csapatok kivonásáról, a korábban már említettekig. Potholnyik és szovjet őrnagy is azt magyaráztak, hogy abba kell hagyni a sztrájkot, befagy az erőm, óriási károk lesznek a megyei résznek, nem lesz áram, nem velünk, hanem magukkal tolnak ki. Ezzel mi be is fejeztük a tanácskozást, és távoztunk. A tömeg agresszív magatartást tanúsított, de volt egy pár főből álló rendező gárda, akik nem engedték be a hangadókat az épületbe. Amikor mentünk kifelé, teljesen ellenséges hangulat volt. A szovjet őrnagy találta fel magát, és közölte, hogy neki olyan intézkedése van a parancsnokság felé, hogyha X időre nem érkezik vissza, akkor jönnek a tankok, és megnézhetik magukat. Később kiderült, hogy a szovjet tiszt részéről rögtönzés volt. Maga az anyag, amiből ugye ügyész úr kérte, pedig a tanúkihallgatási jegyzőkönyv, amely 1991. április 1-én budapesti ügyészségi nyomozóhivatalban Ladvánszky Károly vonatkozásában született figyelmeztetések után. Ennek volt egyébként effektív a 7. oldala, amit ügyész úr, és ahol nincs más ebből a kötetből. No, akkor ezt kettőt félre lehet tenni. Köszönöm szépen, és akkor tényleg folytassuk ugye a 6-os kötettel, tehát akkor a nyugati téri események ítélete akkor első másodfok megvolt, és következik a 39-37-es, amely egy megkeresés ügyészség részéről, mégpedig a Magyar Tudományos Akadémia irányába. Tisztelt elnök úr, a lényeg, hogy itt ugye az 57. március 9. napjáni rendőr és karhatalmi egységekkel kapcsolatos anyagot kérték be a Tudományos Akadémia Martonvásári Kutató Intézet munkatársai kapcsán. Hát itt tulajdonképpen leírják, tájékoztatják az egyébként vádban szereplő eseményekről, és akkor 39-45 alatt a Magyar Tudományos Akadémia közli, hogy a büntetőeljárással kapcsolatban kért feljegyzést küldi, amelyet Rajki Sándor, Akadémia Martonvásári Kutatóintézet igazgatója írt Biszku Béla belügyminiszternek a helyi rendőrségen 57. március 9. napján történt eseményekről, jelenlevél mellékletéként 2012. november 16-án, és itt szerepel 39-43 alatt az a
levél, ami egyébként ugye a korábbi anyagban is benne szerepel, már ismertetésre, felolvasásra került, illetve van 39-45 alatt egy feljegyzés Erdei Grúz Tibor főtitkár elvtárs részére 57. március 11 és Rajki Sándor igazgató aláírásával. A következőket mondja el: folyó év március 9-én este a Martonvásári rendőrség székesfehérvári segítséggel házkutatást tartott a Mezőgazdasági Kutatóintézet 3 kutatójánál. Friedrich Béla kandidátus tudományos osztályvezetőnél, Kis Árpád tudományos munkatárs és Küketi Endre tudományos segédmunkatársnál. A házkutatás után mind hármukat más alacsonyabb beosztásban lévő kutatóintézet alkalmazottak együtt a helybeli rendőrségre kísérték, és itt mindegy 3 órán keresztül ütötték őket, és utána hazaengedték. Közülük Kis Árpád olyan súlyos sebeket kapott az arcán, hogy előre láthatóak hetek múlva is meg fog látszani a verésnyoma. Másnap március 10-én reggel a helybeli tanácselnökkel, Gál Sándor, az intézet egyik kutatója együtt elmentünk a rendőrségre. A rendőrparancsnok nem is tagadta, hogy elverték az említett kutatókat, arra hivatkozott, hogy ezek izgatnak és meg kell őket félemlíteni. Közölte velem, hogy tettüket, mint törvénytelen eljárás, minden becsületes ember a faluban elítél, és amennyiben a kutatók közül bármelyik is bűnös, adják át a bíróságnak. Közöltem vele azt is, hogy esetről jelentést teszek a felsőbb hatóságoknak. Befejezésül megemlíti azt, hogy ugye, amit a korábbi tulajdonképpen ugyanezen tartalmanyagban benne van, tehát hogy kitüntetett kutatók, amelyek árpa fajtájával van bevetve az ország nagy része. Edzőkönyv készült MSZMP központi bizottság által 1957. április 5-én megtartott ülésről. Jelen vannak a központi bizottság tagja és a központi bizottság apparátusának osztályvezetői. És akkor itt Kis Károly elvtárs kezdi a felszólalást, utána Kádár János felszólalás, folytatás. Tehát akkor 40-13, Viszkó Béla elvtárs 2-es pont, a vizsgálat lefolytatására ők olyan utasítást kaptak, hogy vizsgálják meg a tények alapján, amelyek dokumentálható, az ellen forradalmi cselekmények előkészítésben kiknek volt vezető szerepük. Megállapítást nyert, hogy Nagy Imréjéknek az előkezdés szervezésében volt szerepük. 55 végén, 56 elején különböző platformokban dolgoztak ki, ezeket illegálisan terjesztették, például Macskakörömben Nagy Imre a nép védelmében. Az ország erkölcsi megújhodása és őrségváltásra van szükség. A szavakat tettek el, hogy felváltsák. Nagy Imre saját kezű írása. A varsói szerződésből való kilépés indokolását kidolgozták, és ezt külföldi országokhoz is eljuttatták. Kezükbe került Nagy Imre saját kezű írása a történtek értékeléséről. Biszkó elvtárs idézett ebből az értékelésből. Kezünkbe került Losonci Géza saját kezű írása, október 22-23-án megbeszélést tartottunk a lakásokon, és a szövözben itt Biszkó elvtárs idézett Losoncinak az írásból. 23-án reggel ugyancsak összejöttek Losonci lakásán, Biszkó elvtárs itt is idézett az ottani megbeszélésekről. A vizsgálat arra irányult, hogy október 23-a után elkövetett törvénytelen cselekedetet derítsék fel. Mindenáron a fegyveres erők bénítására, dezorganizálására törekedtek, nem csak Korvin köz esetében, hanem más alkalommal is. Megvan a november 2-i kabinettülés jegyzőkönyv, amely kormánynak az ellenforradalom vezéreivel való kiegészítését határozta el. Határozott hoztak, hogy kik válogatják ezek közül a legmegfelelőbbeket. A vizsgálatot teljesen törvényesen folytatták le, fizikai kényszert nem alkalmaztak. Abból indultak, hogy a vallomás önmagában nem elegendő, dokumentumok és szemtanúk kellettek. Ők a tények politikai magyarázatát a vizsgálatokból kihagyták. Ez nem az ő feladatuk, ez a párt feladata. Azok közül, akik ellen vizsgálat folyt, volt, akik beismerték tetteiket és kijelentett, hogy vállalja a felelősséget, volt, aki részlegesen ismerte a tett és felelősséget, volt, aki tagadott, csak a dokumentumok hatására ismerte el tetteit. Ezek nem csak politikai kapcsolatban voltak külföldiekkel, hanem személyi kapcsolatot is tartottak. Így jelölte például Jánosi Ferenc Király Bélát, Losonci közvetlen kapcsolatban a több követséggel, naponta bejárt a jugoszláv követségre, felkereste őt egy nyugatnémet képviselő, egy herceg, aki aztán rádióban is beszélt. Mások az esküvőket szekték meg, mint például Maléter, aki parancsot kapott a kiliállatonya megtisztítására, helyett harcolta a népi demokrácia szemben, de kapcsolatot tartott az angol katonai attaséval is. Azzal fejezi be, hogy az ellenforradalom hazai vezérkarának az ügyéről van szó, és ez kiélezi a helyzetet, a pártegység is próbára lesz téve. Hát 18 oldalas. No, tehát ugye 4035, központi bizottság 57. december 21-én tartott zárt ülésének határozatáról. És akkor ugye ezt is már érintettük. Következő határozatokat hozza
az ellen forradalmi felkeléssel összefüggésben egyes pont, hogy a Központi Bizottság tudomásul vesz, hogy a Magyar Népköztársaság igesei és szemek szabad folyást kell engedni. Volt róla szó, ezt még egyszer a bíróság nem olvassa, 1, 2, 3, 4 pontban 5. Aztán van ilyen újra, Magyar Népköztársaság állam érdekeinek kellő védelme érdekében a jóvágyott büntető eljárás, illetve kegyelmi eljárás során is annak kapcsán a következőket kell tenni, illetve biztosítani. És akkor itt újra pontokba szívva a büntető eljárás minden fokán a büntetőgi felelősség vonás terhe alatt biztosítani kell a szigorúan zárt eljárást és a nyilvánosságra az egész ügyről az eljárás lefolytatása után nyilvánosságra hozandó igazságügy minisztériumi közlemény kerülhet csak ki. Aztán, akik a jugoszláv követségre menekültek, a következő intézkedéseket kell tenni. A diplomáciai vonalon lehetséges nyílt vita megelőzése érdekében a politikai bizottság írásban tájékoztassa a jugoszláv kommunisták szövetsége központi bizottságának elnökét arról, hogy az aláírás időpontjában előttük nem ismert, utólag kiderül súlyos tények teljesen hatálytalanították szóban forgó személyekkel kapcsolatos november 19-i kétoldalú megállapodást, és ez magyar szervekre több és semmiféle kötelezettséggel nem jár. A magyar és jugoszláv viszony lehetséges időleges megromlását elkerülendő biztosítani kell, hogy a büntetőjáson az ügy külföldi vonatkozásai közül a jugoszláv vonatkozások sem a per iratokban, sem más formában az eljárásban ne szerepeljenek. Hát nem tudom, itt valaki ilyen kézzel írt dokumentumok. Tehát ebből akkor semmit. Ugyanaz, ami ott van, és az szerepel benne. Ezek is csatolva lettek. Országos levéltárból bekérésre kerültek. Tessék? Hát a... kérdés az, hogy a jegyzőkönyv vezető személye fel van-e tüntetve. Ugye? Tehát ügyvéd úrnak tulajdonképpen ez a kérdése, igen. Én nem látok erre vonatkozó fejlődést ügyész úr részéről. Hát a jegyzők ugyanúgy fel van a sorolva, meg ugye a bevezető rész, hát ebből visszaellenőrizhető. Hát nyilván ez vállalatos, és ugye ami írásban foglalva, az ugye olvashatóan tulajdonképpen ennek az írásbeli dokumentumnak az aláján, de jegyzőkönyvvezetőt, mint olyan, én sem látom. Nézem, jegyzőkönyv a politikai bizottság üléséről. A politikai bizottság 58. február 5-én zárt ülést tartott, az ülésen nem tudott részt venni apró Antal, igen, Kiskálló Mársony elfoglaltsága miatt. És akkor a politikai bizottság három kérdést tárgyalt, erről ugye volt szó, érintettük, csak még egyszer ismétlés jelleggel. A legutóbbi zárt ülésen hozott elvi döntése a PER kérdése, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége, Irandó Levél tervezet és Horváth Imre elvtárs elhunytával kapcsolatos felolvasásra került, még egyszer azt nem tesszük. 40-75, jegyzőkönyv központi bizottság 58. február 10-én tartott üléséről. Jelen vannak a központi bizottság tagjai, póttagjai, Dögei, Horváth, Kaszapovics, Kis, Martics és Nyers Rezső elvtársak kivételével. Megnyitják szervezeti kérdések, tájékoztató határozat végrehajtásáról, zárt ülésről, aztán Horváth Imre elvtárs elhunytával megüresedett hely póttag, külügyminisztériumi tisztségről Sík Endre elvtárs jelölését elfogadja. Hozzászólások. Ebből esetleg valamit érdekeltek.
köszönöm szépen. No, tehát akkor harmadik oldalon vagyunk. Kádár János elvtárs ismerteti a politikai bizottság határozati javaslatát a második napirendi ponthoz, és az alábbiakat fűzi hozzá. A legutóbbi központi bizottsági ülésen a politikai bizottság felhatalmazást kapott, hogy büntetőeljárást tegye folyamatba egyes személyek ellen. A központi bizottság állásfoglalása helyes volt és segítségre adott a további munkához. A diszkréció megtartása is sikerült, és ez igen jó dolog. Az ügy rendes vizsgálata befejeződött. A rendőrség és ügyészségi eljárás, akik ellen befejezték, azok itt vannak fogva tartva. Most az időszak következik, amikor a bírósági tárgyalás kerül napirendre, és most ezt újra meg kell fontolni. A bírósági tárgyalásnak, az ítéletnek a várható politikai hatása, kettős pont, hogy a harc éleződése, főleg külföld felé. Ha Duhelszéknek eszük van, összehívják az ENSZ rendkívüli közgyűlését, stb. Ezt a külföldi hatás mérlegelve határolt úgy a politikai bizottság, hogy most újra megvizsgálja ezt a kérdést, és arra meggyőződés jutott, hogy az ügy befejezésére az időpont most nem alkalmas. Igaz, hogy a központi bizottság a végrehajtást a politikai bizottságra bízta, de ez olyan fontos kérdés, hogy szükséges a központi bizottság tájékoztatása. Új események merültek fel, most a fő cél a hidegháború megtörése, az időpont erre most kedvező, jók a pozícióink. A központi kezdeményezés, a csúcs találkozó összehívása mi kezünkben van. A NATO országok ezt a találkozást még nem fogadták el, de valószínűleg nem tudnak kitérni előle. A NATO országok véleménye eltér ebben a kérdésben, például Anglia hajlik afelé, USA nem, bár nálunk is a nép egy része a csúcs találkozó mellett van, és ez a közvélemény nyomás gyakorol az amerikai kormányra. Elég bevezetőként? Bennünket az eljárásban, mint ezt több ízben megállapítottuk, nem a személyes bosszú vezet, hanem a magyar nép érdekes, az eljárás törvények is így kívánják, de az eljárást akkor kell befejeznünk, amikor a nép érdekei ezt úgy kívánják. Mi tudunk most csinálni? Egyes elhalasztjuk, kettes befejezzük, de befolyásoljuk a peres eljárást, hogy olyan ítéletet hozzanak, ami nem élezni a nemzetközi helyzetet. Ez a variáció azonban nagyon rossz lenne. Javasolja, hogy a központi bizottság vegye tudomásul ezt a mérlegelést, és járuljon hozzá a per befejezésnek elhalasztásához. Mivel ez nem csak magyar ügy, néhány testvérpárttal konzultálunk, és az ő véleményük is. Végső soron a hidegháború frontjának áttöréséről van szó, és ez nem csak más népnek, magyar népek is legfontosabb érdeke. Lesz a kérdésnek számos nehézsége is, de az a lényeges, hogy mi elvi álláspontunk nem változott. Néhány szót az ügy jugoszláv összefüggéseiről. Arról volt szó, hogy írásban közöljük az elvtársak, hogy mentelmi jogot semmisnek tekintjük. Megemlíti Kádár elvtárs, hogy levéltervezetet konzultáltak a Szovjetunió és Románia kommunista pártjának politikai bizottságaival. Ezen kívül a levél elküldése után egy példány megküldtünk a kínai kommunista pártnak. Talán ennyi, és akkor tizedik oldalon folytassuk. Kádár János elvtárs válasza, ez ugye 40-91 napló számilag, 21 elvtárs szólt hozzá. A fő kérdések a következők voltak: a közvélemény ajánlja, abból induljanak ki, hogy ne tévesszük össze saját helyzetünket, zárójelben központi bizottság, az emberek helyzetével. A most előállított helyzet csak számunkra új, de a tömegek számára a kérdés ugyanaz, mint a pár hónappal ezelőtt volt. El van írva. Tehát nem kell ezt nekünk másként felvetni, mint szívesen zárnák le az ügyet. A kérdés, hogy mikor, az hogy lesz, az nem változott. Földes elvtárs felvetette az ügy perspektíváját. Nekünk nem kell most határozni, akkor majd meg kell vizsgálnunk az állásfoglalásunkat. Az igaz, hogy a kérdés nagy baja, hogy minél jobban megy az idő, annál bonyolultabbá válik, hiszen már az is komplikált, ha most tartóztatnák le embereket, mert 15 hónappal ezelőtt csináltak valamit. Mi nem indulunk ki ebből, de van egy olyan közvélemény is, hogy se most, se később ne legyen Nagy Imre ügy. A konszolidáció minden esetre nehezebbé teszi az egész ügyet, amit mi már háromszor fontolgattunk. Amikor lezárhattuk volna az ügyet, akkor nem volt erő hozzá. Múlt év szeptemberében is volt politikai meggondolások. A munkás nemzetközi találkozó előtt álltunk üzenetet volna hadat, Macska Göröm a jugoszlávoknak, a lengyeleknek sem nagy hívei a felelősségre vonásnak. Az olaszok választásra készültek, az ítélete nem nagyon segítette volna őket. A körülményeket mindig mérlegelni kell, és azt is tudni kell, hogy ezek az emberek a mi kezeink között vannak, ártani már nem tudnak.
Nem egészen érti azt, amit Uszta elvtárs felvetett, úgy gondolja most, amikor a Nagy Imre ügyet elnapolják, azért a többi kisebb ügyeket felülvizsgálják és befejezik kellő mélegelés alapján és minden reklám nélkül. Ilyen például a Földvári ügy, aki csirkefogó, de azért nem összeesküvő. Rontja ebben az ügyben a pozíciónkat, hogy amikor Földvári le volt tartóztatva, a Borsomelyi Pártbizottság kért engedjük ki, igaz utána kérték, hogy újra zárjuk be. Reagál Dobronkai elvtárs felvetésére. Inkább az elnapolás mellett vagyunk, mint hogy enyhe ítéletet hozzunk most. Valko elvtárs felvetésére, Benkő elvtársnő felvetésére. Mit lehet mondani így a kérdés? Fogarati elvtárs helyesen javasolta, hogy jóslásokba ne bocsátkozzunk. Fel fognak tenni ilyen kérdéseket, ez is jól tükrözi a párt politikai jó munkáját, hogy követelik az elítélés, ez helyes közvélemény. Mivel válaszoljunk, a mi politikánk a bizalmon alapszik, és ezúttal építsük erre az elkölcsi tőkére. Eddig bíztak bennünk, bízzanak továbbra is. A közvélemény előtt azt a vonalat vigyük, amit a parlamentben kezdtünk. A párton belüli türelmetlenkedőknek mondjuk meg, hogy minden alá van rendelve a nemzetközi osztályharc érdekeinek. Revizionizmusról, igen, helyesnek és jónak tartja. Itt-ott felmerül, hogy Rákosi elvtársikat is vonják felelősségre. Reagál Sándor elvtárs felvetésére. Német elvtárs felvetése, Nagy elvtárs, Bankó befejezésül azt ajánlja, hogy a praktikus munka szempontjából őrizzük meg a kérdés bizalmas jellegét. Láthatjuk, mennyire előnyös volt ez eddig. A közvélemény felé erről az ügyről annyit mondjunk, amelyet a parlamentben kifejtettünk. A párton belül szögezzük le, hogy ez a kérdés alá van rendelve az osztályharc nemzetközi érdekeinek. Legyenek bizalommal. Nem mondjunk konkrét jóslásokat, a mi elvi álláspontunk ebben a kérdésben világos. És akkor Marosán F. György szavazásra teszi fel, javaslatot tudomásul vesz, ezután néhány bejelentést tesznek. Románia, igen, Népszabadság központi. Tehát akkor tulajdonképpen ez is akkor jegyzők, Vakó Ágnes Szurdi aláírással. 40-99, 58. július 25-én megtartott ülésről. A napirend időszerű belpolitikai kérdések, előadó Kádár János, az MSZNP művelődés politikának irányelvei, előadó Acél György. Ebből valamit esetleg... Valamit felolvasni esetleg? Nem. Érdem részéről nem. Jó, köszönöm szépen. No, be van csatolva. A Magyar Néphadsereg Nógrád megyei kiegészítő parancsnokság Salgótarján 41-33 korábban titkosított honvédelmi miniszter elvtársnak írt. Tárgy Nógrád megyei kiegészítő parancsnokság és alárendelt kiegészítő parancsnokságok története 56. október 23-57. március 3-ig. Hát tulajdonképpen itt a Salgótarjáni sortűzper kapcsán nem tudom, hogy ebből valaki valamit esetleg kíván-e. Jó, köszönöm szépen. Hát végez meg tulajdonképpen, de azért menjünk így, haladjunk, akkor legalább megjelölés szintjén, és hogyha valami van akár a védelem részéről, akkor ott azt felolvassuk. Tehát 41-55 alatt van a jelentés, Budapest 56. december 9-i,
Jelentem az ügyeleti szolgálat alatt a megyéktől kapott jelentéseket, az alábbiakban foglalom össze, és akkor itt egyenként összesít, ugye Baranya, Pest, Hajdú, Heves, stb. Tehát a megyéknél, és egy ilyen összefoglaló jelentést készít. 89 belügyminiszter elvtársnak jelentés a rendőri szerveknek az ellenforradalom elleni tevékenység az 1956. november 4-től 57. március 15-ig terjedő időszakára vonatkozóan. Ez megint csak egy részletes statisztikai adatokkal alátámasztott jelentés. De ezt már korábban is tulajdonképpen ugyanezeket a számokat, hogy ellátom, már érintettük azokban az összefoglalókban. Ugyanek szerepelnek itt is, még ez a táblázat is, ugye a korábbi iratismertetés anyagában is benne volt. És akkor a végén egyébként szerepel ugye a vádlottnak ugye az aláírása. Budapest, 57. augusztus 4-i, ez az előterjesztés. Szóval talán korábbiban lehet, hogy szerepelt 42.05, azért emeljük ki, tehát 4.205. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságához az októberi ellenforradalom során bátor magatartást tanúsító elvtársak részére javaslom vörös csillag érdemrend kitüntetés megadását, és akkor itt vannak a Bodnár József, Bednár Balázs, Schwarzenegger, Solymos József, Szabó Sándor és Orbán Miklós 57. augusztus 4-én belügyminiszterként. Újabb előterjesztés 42.09. MSZNP politikai bizottság titkárságához, vörös zászló érdemrend, vörös csillag érdemrend, Fehér József, Magyar László, Kis Gyula, Rórán, Tóth Ferenc, Kristó, Gyenes György, Horváth Molnár, Murani Nagy, Vági József. Csomó név felsorolva. 90 fontban, aztán a hősi helytállás során megsebesültek felsorolása. 45 pontban, 57. augusztus 7-én. 42.33 alatt. A budapesti nyomozóügyészség állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára vezetőjének írt megkeresés. Hát ugye a vád tárgyához kapcsolódóan tulajdonképpen, ahogy látom, itt a vádban szereplő hát tényeket kerül a megkeresésben, és ezeknek az iratoknak a rendelkezése bocsátását kérik 13. február 21-én, ami a válasz 42-43 alatt. Tisztelt ügyész úr, hivatkozó számú megkeresésre tájékoztatom, a történeti levéltár kezel a vádlottal kapcsolatos adatokat, azt azonban a konkrét büntetőügyel kapcsolatban melyik rendelkezik jogi relevancia, azt nem tisztünk eldönteni. Ezért javaslom, hogy az ügyel foglalkozó kijelölt munkatársa tekintse át a rendelkezésre iratokat is, jelölje ki, melyik azok az okmányok, amelyek másolatára szükség van büntető eljárásban. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységek feltárásáról és állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi 3-as törvény rendelkezés szerint erre azonban csak Országgyűlés Nemzetbizalmi Bizottságának előzetes jóvágyása után kerülhet sor. Budapest 13. március 6-án. Van egy hivatalos feljegyzést ügyész úr részéről 42-45. Több emberen elkövetett ember és háborús büntet, igen, részt vettem a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén, ismertette a kérelmet, érdemi kérdés nem merő ellenszava, tartozás nélkül megszavazták, hogy hagyja jóvá a iratbetekintésünket 13. április 9-én. Itt is be is van csatolva 42-49 alatt főváros ügyészség iratbetekintési kérelméről. 42-51 ügyészségnek a állambiztonsági szolgálatok vezetője részére, tisztelt főigazgató úr, azt mondja, hogy mellékelten megküldik ezt a bizonyos felhatalmazást, jóváhagyást, és erre tekintettel segítő közreműködését előre köszönik, és akkor itt vannak becsatolva 42-50-től 42-53, 42-53-tól. Akkor még szigorúan titkos minősítés anyagok, a Magyar Népköztársaság belügyminiszternek 25-ös számú parancsa Budapest 57. július 5-én.
Azzal kezdődik, hogy a rendőri karhatalom megalakulása óta eredményes munkát végzett az ellenforradalmi erők szétverése, fokozatos felszámolása terén, ugyanakkor jelentős segítséget nyújtott a többi rendőri szemek közrend, közbiztonság megszilárdítás, bűncselek megadályozásában, bűnözésben és egyéb objektumok biztosítás őrzésében. És akkor megparancsolom, tehát a karhatalmi egységek központi irányításának és akcióképesnek biztosítása érdekében a budapesti főkapitány és megyei irányítás alatt működő összes rendőr karhatalmi és őrségi egységet minden vonatkozásában az ORFK karhatalom parancsnokságának rendelem alá. A karhatalmi parancsnokság alárendelése és feladatát a működési szabályra tartalmazó egyes számú melléklet. Ebben szerepel többek között a karhatalmi egységeket a budapesti főkapitány, illetékes megyei kapitány csak karhatalmi feladatok végrehajtására vett igénybe a következő esetekben: A pontban ellenforradalmi felkelés megadályozása, felszámolása, fegyveres ellenséges csoportok vagy személyek likvidálására, népi demokratikus rendszerünk elleni tüntetés megadályozása, ellenséges szándékú tüntetők csoportoság feloszlatása, szétverése. Ebből valamit esetleg nem... Működési szabályzat karhatalom parancsnoksága, szintén csatolva a 42-59. Aztán be van csatolva 121/58-as utasítás, igazságminiszter és belügyminiszter és a legfőbb ügyész közös utasítása. Hát ebből egy részét ki van emelve a második oldalán. A lényeg, a bizottságnak a határozathozatal előtt meg kell győződnie arról, hogy az elítélt az ellenforradalom idején milyen magatartást tanúsított. Tisztázni kell az elítélt államhűségét, és azt is, vajon illegálisan nem hagyta el az ország területét. 58 év augusztus 30-án Réczi László, igazságminiszter, első helyettese, Viszkó Béla, belügyminiszter, Szénási Géza, a legfőbb ügyész. Egy táblázat, ilyen blanketta van mellé. A jogerős elítélések, de ezek üresek. Be van csatolva 42-79 alatt Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 32-es parancsa, 57. július 25, érintettük. Itt akkor tovább megyek. Belecsatolva az eredeti Nürnbergi katonai törvényszék alapokmánya 43-21 alatt. Csatolva az emberiességeni bűncselekmény elévülhetetlenségéről szóló képviselői önálló indítványok. Ami talán fontosabb, a 44.01 kapcsán ügyészségnek a külügyminisztérium nemzetközi és kisebbségi jogi főosztálya írta a Nürnbergi katonai törvényszép alakokmányának hiteles magyar nyelvű szövegét. Alábbiakról tájékoztam, a külügyminisztérium arra megállapítást jutott, hogy Magyarország nem írta alá a Nürnbergi katonai törvényszék alapokmányát, annak részesévé nem vált, hogy hiteles magyar nyelvű szöveg nem áll a külügyminisztérium rendelkezésére. Ezt követően jöttek a tanúk, akiket a múlt tárgyaláson meghallgattunk. Be vannak csatolva azok a dokumentumok, amiket már korábban érintettünk, tehát itt az akadémikusoknak a előállításával kapcsolatban. Azt mondja, hogy az egyik a dr. Kornik Ernő 53. szeptember 17-i, de hát ebben egy releváns részt nagyon nem látok. Aztán Bencsik István 52. december 2. határozat, információ. Hát talán ez az információ. 44-19.
Friedrich Béra intézet vezető Martonvásár személyadatait pontosan nem ismerem, mivel életrajza nálam nincs. 50 év körüli ember, 48-ban kormányt kérésére települt át Csehszlovákiából, és akkor leírja ezeket az adatokat. Tudomásom szerint több búza, árpa, kukorica fajta kinemesítése fűződik a nevéhez. Ezek az információkat megadja Friedrich, aztán Szabó János, Buzdor, Power László, Miklós István, Szabadi Imre vonatkozásában. Itt van szó a levélről, korábbi tárgyaláson felolvastuk, rendelkezésre áll. Lenne akkor egy rövidebb nekifutás iratismertetés kapcsán. Gyakorlatilag nincs sok hátra most ugye a házkutatás, ugye a lőszerek, egyebek, de... Hát, vagy szünet nélkül, egy negyed órát még tarthatunk, úgy érzi, vagy tartsunk egy kis szünetet inkább. Tartsunk egy kis... Mehet, jó, akkor nézzük meg még. Opa. Tehát azt mondja, hogy hetes, ugye ez volt a hatos, és akkor a hetes. Hát csatolva van 45-23 alatt a büntetések nyilvántartása, ez ugye rendelkezésre áll, abban szerepel ugye a nyomozás, büntetőeljárás, ügyvédi meghatalmazás, de ez még a korábbi ügyben, ez már nem releváns. Ami fontosabb, az a 45-41 ügyvédi meghatalmazás ügyvédiroda részére. Aztán be vannak csatolva határozatok az őrizetbevételről. 45-47, tehát őrizetbe veszik, elrendeli 2012. szeptember 10 napján 7 óra. Az indokolás pedig tulajdonképpen már a vádban foglalt tényeket tartalmaz. Ezt követő az indítvány 45-57 alatt a házi őrizet elrendelésére. Jegyzőkönyvbe lett csatolva a Budai Központi Kerületi Bíróságnak 12. szeptember 10-én 45-67, ez tulajdonképpen a nyomozási bírói jegyzőkönyv. Gyanúsított nincs hozzáfűzni való, amit elmondtam, az a véleményem. Nem érzem magam bűnösnek, mert nem követtem el. Karhatalommal én nem rendelkeztem, egyetértett a karhatalom. Ezzel nem kívánok válaszolni. Magas vérnyomás, végzés 45-73, ez a 12. szeptember 10-én, amelynek a lényege, hogy a házi őrizet elrendelése, az ügyész indítványt elutasította a bíróság, és a lakhely elhagyási tilalmat rendelte el. Aztán fellebbezés. És a másodfokú. 45-87 törvényszéki végzés, aminek a lényege, hogy megváltoztatták az első fokot és a gyanúsítottnak a házi őrizetét rendelték el. Aztán 46-07 indítvány a házi őrizetnek a meghosszabbítására. Jegyzőkönyv itt is elkészült, 46-15 nyomozási bírói ülésről. A végzés maga 46-19 alatt 12. október 18-án a házi őrizet meghosszabbítására az ügyész indítványt elutasította a bíróság és lakhely elhagyási tilalmat rendelt el. Részesen indokolja a fellebbezés, és 46-27 alatt a másodfokú végzés, amely helyben hagyta az elsőfokú nyomozási bírói döntést. Aztán fenntartották ezt a lakhelyhagyási tilalmat, 46-37.
És akkor ugye a házkutatás kapcsán határozott szakértő kirendeléséről 4681, fegyveres szakértői vélemény. A 2012. szeptember 10-én a házkutatás során lefoglalt feliratú dobozban lévő 13 darab lőszerek látszótárgy vizsgálatáról. A szakértő becsatolta a véleményét 4685 alatt igazsági fegyveres szakértői vélemény, amelynek a véleményi részét ismertetném. A vélemény a lefoglalt töltények közül működőképes 11 darab működőképes töltény a 2004 alapján lőszernek minősül, 2 darab töltény a löbor töltete miatt a fenti törvény alapján lőszer alkatrésznek minősül. A két működés képtelen töltény kivételve a lőszerek rendeltetésszerű használatra alkalmasak. A lőszerek, a kaliberek megfelelően 36-os kaliberes sörítés vadászfegyverekhez használhatók. A feltett kérdés megválasztása igen, nem fegyverszakértő 4-esnél. Aztán 4693 alatt ügyészi megkeresése a rendőrség irányába. A lényeg, hogy arról tájékoztódtak, hogy az rendelkezette lőfegyv tartásra vonatkozó engedéllyel, amennyiben igen, milyen típusú lőfegyverre vonatkozóan, ugye a vádlott vonatkozásában. A következőket válaszolja erre. A budapesti rendőrfőkapitányság rendészeti szervek igazgatás rendészeti főosztály 4695. Tisztelt ügyész úr, fenti hivatkozás megkeresésen tájékoztam, hogy Biszku Béla rendelkezése a nyilvántartás alapján 92. március 26-án kéremet nyújtott be egy darab sörétes és egy darab golyós vadász lőfegyver megszerzése és tartása iránt. A kéremek engedélyezésre kerültek, melynek kapcsán 94. szeptember 5-én a nevére kiállításra került ilyen és ilyen sorozatszámú fegyvertartási engedély, amelyben az alábbi vadászat célú lőfegyverek lettek bejegyezve, és akkor itt megjelöli pontosan a kalibert, a gyártási számú típus, vadászlőfegyver, golyós és sörétes vadászlőfegyver. Biszku Béla 98. február 16-án hatóságomnom kereskedő által kiállított átvételi elismerésével igazolta, hogy a golyós vadászlőfegyver, itt mondta a sörétes vadászlőfegyver, kereskedőnek bizományosi értékesítésre átadta. A fenti időpontot követően Biszku Béla osztályunkon nem nyújtott be lőfegyver vásárlás iránti kérelmet, nyilvántartásunk szerint nem rendelkezik lőfegyverrel, gáz és riasztófegyver viselésre jogosító engedélyes Flaubert fegyverrel sem. A rendelkezésre az országos fegyvernyitás program szerint a fentieken kívül nem rendelkezett, illetve nem rendelkezik lőfegyverrel, gáz és riasztófegyver, amit próbál fegyverrel sem. 2012. szeptember 18-án. Aztán van egy tájékoztatás 47-11 alatt. A Külügyminisztérium Nemzetközi és Kisebbségi Ügyek Főosztályától a polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozóan Genfben 49. augusztus 12-én aláírt nemzetközi egyezmény hiteles szövegét illetően tájékoztatom. Az egyezmény hiteles szövege a 2000/20 nemzetközi szerződés, a külügyminisztertől cím alatt került közzététel. A Magyar Népköztársaság az egyezményhez fenntartás nem fűzött. 13. július 11-én Pálkóczi Csaba főosztályvezető. Jegyzőkönyv nyomozás iratának megismeréséről, nyomozás befejezéséről, jegyzőkönyv az elutasításáról, és akkor nézzük még a másik, tehát a Nemzeti Szocialista és Kommunista Rendszer bűnek nyilvános tagadása kapcsán. Ugye a vádirat ügyészről ismertette, ezt követően pedig tulajdonképpen az eljárás ugye felfüggesztésre került, tehát a bírósági iratokból alkotmánybírósági megkeresés történt az ügyben, ami a nyomozati iratokat illeti. Szerepel benne, hogy a költségezzék, amiben költség nem merült fel, határozat, nyomozás, elrendelése, meghosszabbítása 1-2-3-től 5-ig. Van egy jelentés 17 alatt a budapesti rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi főosztály, vagyonvédelmi és korrupciós osztály műszámú jelentés, hogy ilyen számot elérhető alábbi webcímről letöltötte az anyagot. Ugye a riporter Apátitót Krisztina is jó estét kívánok, kezét csókolom, és akkor itt írásban rögzítve van a szöveg. Budapest 2010. augusztus 24-én. Tanú, meghallgattuk.
itt a nyilatkozat, amit elétártunk, tehát ugye 39 alas volt, büntetések nyilvántartásban nem szerepel. Nyomozás iratának megismeréséről 71, és akkor az alkotmánybírósági határozatot talán még érdemes. Ez 2013. június határozat. Az Alkotmánybíróság a büntető törvénykönyvről szóló 78. évi 4-es törvény 269/C alaptörvény ellenességének megállapítása és megsemmisítése irányuló indítványt elutasítja. Ezt a határozat magyar közlönyben közzétesz, és akkor nagyon részes indokolást tartalmaz hosszasan. Talán ebből kiemelést igényel a következő. No, a nemzeti szocialista és kommunista rendszer bűneinek tagadása büntetének elkövetésétől ugyanis nem az tartózkodik, aki kifejezetten elismeri az akkori történt rémtettek elkövetését, hanem aki a szóban forgó törvényi tényállásban írt, csakis valamely aktív cselekvés formájában megnyilvánul elkövetés magatartást nem tanúsítja. Normakövető tehát a BTK 269/C szerinti bűncselekményt meg nem valósító magatartást tanúsít az is, aki a szóban forgó diktatúrák bűneje kifejezetten nem tagadja, nem vonja kétségbe, nem bagatelizálja, azaz hallgat. A vizsgált törvényi tényállás nem kötelez tehát nemzeti szocialista kommunista bűnök elkövetésnek elismerésére, csupán ezen bűnök megtörténtének a tagadásától való tartózkodásra hív fel. A jogszabály tehát nem azt várja a norma címzettjétől, azaz mindenkitől, hogy akár által, akár más által elkövetett bűnt beismerje, hanem azt, hogy a szóban forgó bűn megtörténtét, mint evidens történelmi tény tagadó, kétségbevonó, stb. Aktív magatartást ne tanúsítson. A 20. századi európai totális rendszerek során az emberiség ellen elkövetett rémtettek nem csupán a közvetlenül, avagy közvetett módon érintettek, de valamennyi az alkotmányos értéket elfogadó és tiszteletben tartó állampolgár megkérdőjelezhetetlen bűnnek tekintés evidenciaként kezeli. Nem vitás ezért, hogy a fenti ténnyel és az általános társadalom meggyőződéssel ellentétes, nagy nyilvánosság előtt kifejezett álláspont az igazságérzet, az áldozatok méltóságát sértő vélemény arra is alkalmas lehet, hogy közfelháborodást keltve másokat megbotránkoztatva olyan indulatot gerjesszen, amely a köznyugalom megzavarásához vezethet. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a BTK 269/C által büntetlenül magatartás magában hordozza a köznyugalom megzavarásának kockázatát is, és az ilyen vélemények álláspontok nyilvános artikulása, korlátozási körülmények is megalapozza, ezért szükséges. Az Alkotmánybíróság ebben a körben az alaptörvény által is védelemben részesítendő alkotmányos értéknek tekintik az áldozatok hozzátartozói, az áldozatokra emlékezők és általában a demokrácia értékrendje mellett elkötelezett közösségek tagjának méltóságát. Mindemellett az Alkotmánybíróság megítélés szerint a BTK által tilalmazott véleménynyilvánítás képes olyan indulatokat ébreszteni, amelyek végső soron a közgyűlölet megőrzését is veszélyeztetik. Alkotmányos cél és kifejezések. Tehát a lényeg az Alkotmánybíróság megítélése szerint szükséges, arányos és nem alaptörvény ellenes. És akkor a bíróság iratok, tehát a már folyamatban lévő bíróság iratokhoz. Tehát a vádirat ugye 2013. október 16-án kerül benyújtásra. A bíróság 6-os sorszámmal a 13. november 12-én, tehát tárgyalás előkészítése során fenntartva a lakhelyadási tilalmat, jelentkezési kötelezettséget írt elő, ez ugye megfelelőzésre került. Tíz, aztán zárójelentés. Ami lényegesebb, a védelem részéről a bizonyítási indítványok, ez 11 sorszám alatt szerepel.
A büntetőügyben arról véd az alábbi indítványokat teszem, terjesztem elő. Indítványozom, hogy tisztelt törvényszék tanúként idézze meg Kádár Jánost, Apró Antalt, Fehér Lajost, Kállai Gyulát, Kis Károlyt, Marosán Györgyöt és dr. Mülich Ferencet, akik az MSZNP ideiglenes bizottságának tagjaiként nyilatkozni tudnak arra nézve, hogy a vádlottnak tulajdonított kijelentések ténylegesen elhangzottak-e 56. november 21-i ülésen. Apró Antalt, Fehér Lajos, Földes Lászlót, Friss István, Gáspár Sándort, Horváth Imrét, Kádár Jánost, Kállai Gyulát, Kis Árpádot, Kis Károlyt, Marosán Györgyöt, Mülich Ferencet, Rónai Sándor, Döge Imrét, Acél Györgyöt, Uszta Gyulát, Gyenes Antalt, Köböl Józsefet, Somogyi Miklós, Sándor Józsefet, akik az MSZNP ideiglenes központi bizottság tagjaként nyilatkozni tudtak arra nézve, hogy a vádlottnak tudott kijelentések ténylegesen elhangzottak-e 53. december 3. és 5. ülésen. Uszta Gyula, Gyurkó Lajos, Kovács Imre, Ilko Pál, Urai Ferenc, Horváth Mihály, Csémi Károly, Pesti Endre, Barbás Máté, akik a katonai tanács tagjaiként nyilatkozni tudtak arra nézve, hogy pontosan mi hangzott el az üléseken, így különösen 56. december 4. ülésen Orosz Lajos, Lévárdi Nándor, Szoboszlai Ferencet, akik a bíróság elmarasztalt 50. december 8-i salgótáján soltűz miatt arra nézve, hogy cselekményeket kinek a parancsára utasítás hajtották végre. Darázs István, a salgótáni karatam egység korabeli parancsnokát arra nézve, hogy kapott, illetve adott-e parancsot 56. december 8-án a tömegben lőjenek. Kovács Mihály őrmester, Lédás József és társaikat, akik nyilatkozni tudnak arra nézve, hogy kinek az utasítására, kinek a felbújtására parancsára bántalmazták 57. március 9-én Fridi Bélát, Kis Árpád és Küketi Endrét. Indítványozom. Törvényszék a 4-es genfi egyezmény szerezze be adatokat a sértettek állampolgárságára vonatkozóan. Indítványozom, szerezze be a szolgáló testületi ülésekről, különösen az MSZNP ideiglenes intézőbizottság 56. november 21, ideiglenes december 3-i, 5-e, valamint katonai tanács december 4-i ülésről készült hangfelvételeket, illetve gyorsírásos feljegyzéseket. Indítványozom, hogy a törvényszék szerezze be az MSZNP 56 hatályos pártalkotmányát, alapszabály szervet és működési szabályát, valamint az ülések jegyzőkönyvetének szabályait. Indítványozom, hogy a törvényszék az MSZNP vezető testnek határozatai előterjesztését és jegyzőkönyveit, idézve, teljes terjedelemben szíveskedjék beszerezni. A jelenleg rendelkezés anyagok ugyanis egyfelől részben olvashatatlanok, másfelől töredékesek, így egy-egy kijelentés kontextusa sem értelmezhető. Indítványozom, törvényszék a teljes iratanyag alapján azonosítsa a jegyzőkönyvet őket, és tanúként hallgassa ki őket az üléseken ténylegesen elhangzottakkal, és a jegyzőket és szövegkülcsének megalapítása vonatkozásában. Indítványozom, tisztelt törvényszék, vezessen be 6 történész szaktanácsadót. A szaktanácsadók az alábbi kérdések megválaszolása a törvényszék munkáját segítenek ki, és mikor hozta létre a karhatalmat, ki irányította, hogyan alakult a parancsnoki láz, kiutasíthatta a katonai tanácsot, kapott-e írásos utasítást, ki volt Uszta Gyula felettese, hogy születtek a döntések, rendelkezette parancskiadási jogköre, mikor hatalmazta fel Biszkó Béla Földes Lászlót, hogy őt katonai tanács ülésén képviselje, rendelkezett munkástanácsok fegyvere a szovjet csapatok bevonását követően, Magyarország bevonult szovjet csapatok kinek a parancsnokság alatt álltak, adhattak-e MSZNP vezetőtestület tagjai vagy magyar katonatisztek parancsot Magyarországon tartozó szovjet csapatoknak, kinek a parancsára adták le sortüzet, december 6 Budapest, december 8 Salgótarján, kinek a parancsára és kik bántalmazták 57. márciusban Fridi Bélát, Kisebb és Küketi Endrét. Vezessen be pár történész vagy politikus szaktanácsadót, pontosan mikor alakult meg a munkásparasztkormány, ki hozta létre a munkásparasztkormányt, milyen szerepet játszott a Szovjetunió, mikor alakult az MSZNP, mit jelent a demokratikus centralizmus elve, mi volt az MSZNP ideiglenes bizottság, központi bizottság hatásköre szerepe a döntéshozati eljárásban, mi volt a két testület egymáshoz való viszonya, az MSZNP központi döntéshozó szerveiben határozatok szavaztatta testületi tagok, volt-e lehetőségük külön véleményt megfogalmazni, Kádár János és a vezetés többi tagja egyenlő beleszólással rendelkezett a döntések tekintetében, kik kaptak tájékoztatást az intézőbizottság központi elhangzottakról, az ott született döntésekről, kik voltak jelen az MSZNP ideiglenes intézőbizottságának, illetve központi bizottság ülésen a tagokon kívül mikor határozott az MSZNP ideiglenes intézőbizottsága, illetve központi bizottság, hogy ellenséggel gyorsan és kegyetlenül le kell számolni, mikor határozott ugye az MSZNP ideiglenes intézőbizottsága, illetve ideiglenes központi bizottság, hogyha kell, fegyveres erővel lépve és számol-e kíméletlenül a polgári lakosság demonstrációval szemben, mi volt a munkástanácsok szerepe a szovjet csapatok bevonulását követően. Aztán az egyesítő végzésünk 13 sorszám alatt. Aztán az ítélőtáblai végzések, ugye az egyesítő végzést helyben hagyták. Aztán szakértő kirendelésünk 19 alatt, aminek megfelelően a szakértő vélemény elkészült a vádott egészségügyi állapotáról és tárgyalásra alkalmasságáról.
illetve ugye a másodfok döntés is ugye besatolásra került, tehát azt ugye érdekeltek, megkapták a lakhelyadástalan megszüntetése feloldásáról. Hát ezek az iratok álltak most egyelőre akkor rendelkezésre, tekintve nyomozati bíróságiratok, minden egyebet, most az iratismertetésre gondolok, további iratok ismertetését, részesebb iratismertetést, ügyészül esetleg ki indítványozza, védelem részéről bármi egyéb. Igazán egyik csoportba sem tartoztak. Azt ugye hallottuk, hogy a Budapesten a katonai vagy tiszti ezred tagjai szerepeltek. Azt tudjuk, hogy Salgótarján, hogy az úgynevezett kufajkás egységek lőttek a tömegbe, de álláspontunk szerint teljességgel kidolgozatlan az, hogy a katonai vonalon, tehát az Uszta Gyula irányítása alatt álló katonai tanács vajon milyen módon adhatott volna bármilyen utasítást az a honvédség kezdve lép a cserekhez nem tartozó kufajkás egységeknek, hogy ezek most akkoriban belügyminisztériumi alárendeltségben dolgoztak-e, vagy nem tudom, közvetlen pártirányítás alatt dolgoztak volna, hogy a, mondjuk a megyei pártbizottságnak ráhatása lehetett volna az ő munkájukra, ezt szerintem a rendelkezés állók nem bizonyítja. A védelem szempontjából persze, hogy jó, tehát maradhat így, de álláspontom szerint ez olyan csomka ebből a szempontból, tehát az én indítványom arra irányulna, hogy próbáljuk meg beszerezni a kormány döntéseket, ami ebben az időszakban nyilvánvalóan párhuzamosan keretkezhettek ki a párt szervek döntésére, és annak egyfajta leképeződését kellett, hogy alkossák, és a belügyi utasítási láncmatot legalább próbáljuk meg feltárni, és keresünk meg azokat az utasításokat, amiket keresztül eljutunk, a lőfegyverüket végső soron használó kalkatonisták.
Jó, köszönöm szépen. Itt ügyvéd úr még indítványoz már elhunyt személyeknek a tanúként megidézését is. És hát nem tudom, ez mennyire exakt, vagy miféle ilyen szellemi idézésre gondolt itt ügyvéd úr, de hát itt szerepel még Kádár János apróhatal, stb. Ezeket nem tudom, bíróságok mit kezdjen ezekkel a tanúidézésekkel. Amiként idézünk, hogy érdemek halljanak, és nem tud ezért érdemben védekezni a vádat. Tehát ezt a teóriában támasztja. Tehát a bíróság köztudomásúnak fogadja el, hogy ezek a személyek nincsenek az élő sorában, akkor érdemben egy szóval összesen ezt tudomásul leszel, tehát nem maximálisan elég. Ha kétségeink lennének a tekintetben, hogy bármelyik könyv esetleg éle, akkor azt javaslom, hogy azért erre vonatkozó hivatalos adatokat szerezzen be a bíróság. Nagyon szerencsés lett, hogy a jegyzőkényvezető személyt sikerülne felhasonlítani. Ahogy olvasottam az ideges intézőbizottság jegyzőkényveit, ha jól olvasom, egy Sárvári Júlia vagy Julianna név az egyiken szerepel, mint ha őnek a jegyzőkényvezető, esetleg az ő feltogatására is tennék ezúton indítványt. Mert az én álláspontom az, hogy bizonyos, hogy ezek a jegyzőkényvek nem úgy készültek, hogy valaki egy akkor ilyen kopácsoló írógépen ott ült volna egy ülésen, és hát a írógépen is zavarta volna az öt felszólaló munkáját. Gondolkodás, hogy ez, ahogy erre is egyfajta hát utalás történt, azok ott kézzel jegyzeteltek, gyorsírással vagy folyóírással valamilyen módon rögzítették a saját maguk számára az elhangzottakat, majd később ezt valahogy ugye legépelték, lekisztázták, vagy aláírták ezeket a jegyzőkényeket, vagy nem írták alá. Hogy eközben milyen szerkesztési tevékenységet folytattak, azt nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt meg kell állítani. Azt sem tudom, hogy ki az, aki ezt intézte, ki az, aki kedvelte, ki az, aki interesztette ezeket a jegyzőkönyveket. Ezért nekem azt mondom, hogy nem teljesen megalapozatlan módon kétségei vannak a tekintetben, hogy azok szó szerinti jegyzőkönyveket. A vádirat ugye bizonyos szavakat emel ki az ott elhangzott szöveg tengerből tulajdonképpen, és egyes kifejezések kontextus alapján próbáljuk eldönteni, mire gondolhatott akkor a vádlott, amikor azt mondta, hogy nem tudom, sokkal keményebben kell fellépni az ellenséggel szemben. Tehát ha a vád megalapozottsága, megalapozatlansága egyes kifejezések korabeli jelentésén, a kontextus figyelmevételével történő elemzésén alapul, akkor igenis komoly jelentőség annak, hogy az a forrás, amiből merítünk, az mennyire hiteles. Ezek nem között iratok, az teljesen természetes. Tehát sem formailag, sem tartalmilag nem azok a jellegű írományok. Biztos, hogy korabeliek, ezt elfogadom, természetesen ezek a levéltárból származnak, és nem az ügyészség fabrikátorok, ez a legtermészetesebb dolog, ezt elfogadom. De hogy ezek milyen szoros összefüggésben vannak a ténylegesen elhangzott szavakkal, azt gondolom, hogy ezt például a jegyzőkönyvvezető meghallgatásával tudnánk tisztázni. Ha meg lennének hangfelvételek, ennek után néztem, akkor a technika állása ezt elfelejtette volna, mert volt magnetofon, mint technikai eszköz, tehát lehetett volna hangfelvétel, később azt konkrétan is tudom, hogy kormányüléseken volt magnetfelvétel. Lehet, hogy ezeken a fontos üléseken is volt magnetfelvétel, azt gondolom, a legjobb lenne, hogy ezeket megtalálnak. Nem talán meg akkor a jegyzőkönyvvezető felkutatásával, legalább a módszertan eltelenek, hogy kell, hogy ezek mennyire szavak, illetve mennyire szó szerint jegyzőkönyvekben, és hát a bár jelentős részben ezeket a korabeli dokumentumoknak a hát, szemantika jelentésén alakul, és azt gondolom, hogy ha erre
lenne ott egy megközelítés, azt követeli meg, hogy a keletkezés fontos körülményt is ettől tisztázunk, és van ez a sátáni junior triangla név, azt gondolom, hogy az egyiken legalábbis szerepel. Ez alapján esetleg nem tudom, a káder lapja megtalálása esetleg be tudnánk az, hogy ki lehet ő, hogy került oda, és azt is meg tudnánk esetleg, hogy éve. Védelmetisztelt képviselői maga, tehát már az eljárás rendi indítványt politikai bizottsági tagok, illetve központi bizottsági tagoknak kihallgatására. Ezt szeretném szögezni, hogy a politikai bizottsági tagok, amennyiben életelenek az ügyészségnek utána járt, egyébként nyilvános adatbázisok is elérhető, hogy ki van életben, ki nincs életben, természetesen a indítványban szereplő személy közül már senki nincs életben, de ezt szeretném szögezni. A vádlat is tartalmazza a politikai bizottság, adott ülésén, a politikai bizottság, illetve akkor még ideiglenes intéző bizottság tagjai, amiként ebben az ügyben az ügyészség álláspontján tudok én nem vennének részt, amennyiben életben lennének, akkor a vádlottal együtt vádlottak lennének ebben az ügyben. Tehát a tanú kihallgatásnak ebben a szempontból semmiképpen sem lehet, hogy ez csak egy zárulás megítés. Szóval, amit már mondott a hivatalos és nyilvános adatbázisokból elérhetően ezeket is senki is nem érhetően. Amit a ügyvéd mondott, hogy magától érthetődő, hogy akkor egy pártállami rendszerben az állampárt vezető testületei milyen függőségi viszonyban voltak, és mennyire mellérendel szerepet játszottak egy kormányzati szerveket. Erre majd a perbeszédben meg kívánok részletesen megítélni. Előjáróban annyit, hogy köztudomású tény az, hogy egy pártállami diktatúrában az állampárt vezető testületei nincsenek függőségi viszonyban a kormányzati szervekkel, a kormányzati szervek fölött állnak, és minden döntés a kormányzati szervek fordítanak le a jobb nyelvére, amit a párt vezető testületei megköznek, de ez csak egy zárulás, én sem szeretném tőle menni a felszínűben. Azokat, amiket indítványokat tett a védelmetisztelt képviselője, azok nagy része jó kérdés, illetve két olyan tényi kérdés, amit a Sziszter törvényszék tisztítási eljárás során már, amit a Sziszter törvényszék már tisztítási eljárás során említett végignek, ezeknek a szakértőknek, akár történész szakértőknek, tehát politológus szakértőnek a kirendelésére, Május 13-án tartjuk a következő tárgyalást, és akkor perbeszédekkel, és akkor várhatóan ügydöntő határatítéletnek a kihirdetésével. Tehát május 13-a 9 órakor. Jó, el lehet akkor távozni. Jó napot kívánok, viszontlátásra!